Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is... Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Képzeljétek el, pénteken színházban voltam, és egy nagyon jó kis téma jutott eszembe. Hogy minek járunk színházba. Mi az Istennek megyünk mindig színházba, amikor annyira... Hogy mit zabálok én ennyire ezen a Bereckén? Hogy már megint a Bereckén? Nem, elhatároztuk, hogy kell társági életet élni, és színházba járni. Amikor van jegy, van, amikor heti jegy, van, amikor két hetente, de nagyon jó darabok vannak valahol. Mi sose jutunk el jó darabokra. Amikor a társasági élet az azt jelenti, hogy akkor szóba is elegyedsz valakivel. Gondolom, itt meg csak annyit kérdeztél, hogy mennyibe kerül a magdalt a zsömbli. Nem, mennyibe kerül a kókuszgolyó. És az ivólé. Radnóti Színház péntek este. Hát, azt mondták, hogy jó darab. Hittünk nekik, akik mondták. Nagyon köszönjük ezúttal is. A jegypénztáros mondta, nagyon jó. Én kétszer ennyit vennék. Nem... Én mindig az óvodában vásárolom a színházi jegyeket, ezeket már elmondom, hogy van egy jó színházi egy dílerem az óvodában. A képként jókat mond, csak arra mindig elfogy, és ezért én őt felülbírálva mondom, hogy majd hadd csak én tudom, adjából kettőt aranyom, mert tudom, hogy az jó lesz. Radnóti, jelentek egy házasságból. Uh-huh. Az volt pénteken, elmentünk, odaértünk időben, és... Ezt így meg kell jegyezni, tehát ez ritkán történik nálunk meg. Most az első felvonás is meg volt. Második felvonás, darab közepe. Jaj, bocsánat. Tehát a nők egyszerűen képtelenek elindulni időben. De egyszerűen nem értem, hogy miért jó az, hogy utána veszekszünk, és... Már és, maga a kapkodás, a rohanás. És úgy megyünk el oda, hogy már ott már veszekszünk. Már ingerültek vagyunk. Pedig én színházba szeretek nyugodtan megérkezni, átadni magam a darabnak, elfoglalni magam az erkélyen, ugye ott ültünk, erkély első sor, semmit nem láttam a korláttól, nem baj. Fantasztikus volt. És rájöttem, hogy milyen jó kis beszélgetéseket lehet ilyenkor kihallgatni. Hát meg kénytelen voltál, ugye a darabra nem tudtál figyelni, hisz nem láttál belőle semmit. Nem sokat. Koncentrálni a másodlagos előadásokra. Nagyon kultúrált közönség volt, mert az előadások alatt nem beszélgettek, viszont előtte 10 percen keresztül egy mögöttem ülő hármas hölgy csapatról, akik ilyen 60 év körül voltak, mindent megtudtam. És eszembe jutott már akkor, hogy milyen jó téma az, amikor úgy hallgattál ki egy beszélgetést, hogy alapjában nem akartad és nem tartozott rád, de egy idő után elkezdtél fülelni, és a végén már egészen résztvevője voltál a beszélgetésnek. Tudtál mindent unokákról, gyógyszerekről. Tudtál mindent unokákról. Mögöttem egy nő elkezdett panaszkodni, hogy megy a hasa az antibiotikum. Ó, de király! De részletesen mesélte? Részletesen elmesélte, hogy fosik. Nem már. Nem is ezzel volt a baj, hanem elmondta, mire megkérdezte a másik mellett ülő, hogy miért kapott antibiotikumot. Itt kezdtem el a Wikit hallgatni, hogy óriási sztori van mögöttünk, hallgass! Nagyon jó. Félretettem a kis nógrádi ropimat, letettem a pattogatot, akkor ebbe azért több van, mint hogy csak úgy egy-egy szomposzlát hajlok belőle. és kiderült, hogy felszúrták az arcüregét, de rosszul szúrták föl, és átszakított valamilyen rostokat itt neki, amivel szumamedet kellett szednie, mert még a gyógyszert is tudod, jó? Szumamed. A gyógyszert is tudod. Majd kétségbe sem mesélt el, hogy viszont tönkrement a vérflórája, és a másik két hölgy egyébként érző áhítattal hallgatta végig, és próbált neki tanácsokat adni, hogy mit csináljon, és hogy tudná a fosást megállítani. Olyan fázisokon keresztül mentek így, hogy először a szörnyűködés, hogy jaj, nem álmodikám, otya úristen, utána jössz azzal, hogy neked mi igen. volt. Hogy az hogy szúrták föl, hogy a hármas fogát, a hatos fogával, hogy az ideget hogy tették tönkre, hogy mi történt, hogy milyen antibiotikumot szedett, hogy annak mi a hatása, hogy most hol van, néha közben... A szomamed egy szirup, megnéztem, és tényleg jó egyébként. Mondom! Arcüreg, homloküreg és orrmelléküreg gyulladásra. Tökéletes, megjegyeztem, aranyom szumamedet ír fel az orvos, nem adtam. Úgy fosok, mint tök menő leszel, a legközelebb valaki a baráti társaságban. Csak hátrafordul, szumamed. Szumamed. Szumamed, ez se szirup. Szumamed. Csak a fosásra szedj valami. Egy kis szenet a fosásra. Meg nem állítja, de legalább fekete lesz. És végig hallgattam, egyébként kicsi egyedül, mert Viki nem tartott ebben velem, a hölgy kálváriáját, ahogy fogorvostól fogorvosig, arcüreg dokitől arcüreg dokitől orfülgégészig ment, szétszúrták a rossait, gyökérkezelték a fogát, kiesett egy fémtömés innen a hátul a hatosából, és csak mondta, és azt hittem, hogy a két nő már így próbálja belefolytani a szót, de ő meg adták alá lovat, és mondták, hogy igen, Marika, vagy nem tudom, hogy hívták, és milyen szörnyű lehetett. Nem is mondom, amikor a végén előjött az, hogy tönkrement a
a bélflóráján, akkor én már nagyon rögtem. Nagyon jó. Legyen jó. Akkor már nagyon azt jól szórakoztam. Azt hiszed, hogy a dráma színpadon fog majd zajlani. De valójában pedig a mögöttem egy egészségügyi dráma bontakozódott ki. Zseniális. És hát a három hölgy szenzációsan megbeszélte, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, és mit lehet tenni. És azon gondolkoztam, hogy milyen az, amikor tényleg úgy vagy részes egy beszélgetésnek, hogy nem tudja más, hogy te kihallgatod ezt a beszélgetést, de te viszont egy idő után szívesen hallgatod végig. Na, úgy belefolytál, ugye? Részesen nem akartál hátrafordulni? Kíváncsi voltam. Mi lett végül is a korkép? Hogy fejtették meg? Mi van az unokákkal? Amikor felálltok a végén, és tudod, függöny össze, feloltják a lámpákat, és akkor jöttök ki fel a sorba, és még hozzászólsz így, egy fel, hogy jobbulást. Az volt. A legjobbakat a beleinek. A darab egyébként nem volt rossz, a darab felén mi már egy humuszbárban ültünk. Nagyon kitartóak voltatok. És a Szumamedre googlisztál rá. Én olvastam, hogy mire jó a Szumamed, Viki pedig humusztevet. Hát nem tudom, megpróbáltuk megint. Állítok, vannak jó darabok is egyébként. Csak szóval, tekerülöd őket. Lehet, hogy van a Magyar Színház jó darabokkal, csak mi valahogy nem tudunk eljutni egy olyanra, mert hogy hát jelentek egy házasságban, jó volt, de hogy... Aha. Szóval azért ennél lehet, hogy egy dílerre mégiscsak hallgatnod kéne. Tehát próbáld meg egyszer azt, amit ő ajánl. Ne legyél ilyen kis önálló. Megnézzük a másodlagos tudást. A másodlagos tudást szerintem ebben az esetben sokkal értékesebb, amit összeszedhetél. Tényleg ez van. Legközelebb valami baráti társaságban vagy ismerősök között valaki előjön egy csúnya arcörökgyulladásnak a történetével. Te már itt síróból nyomod a Szumamednek a nevét. Szerintem ez tök jó dolog. Érted? Valamit megint megtudtál. Színházba járok. Szerintem egyébként ők azok a típusok voltak, akik egy picit szeretnék is, hogyha meg többiek megtudnák, hogy ők milyen kálvárián vannak túl, vagy éppen vannak benne, és ők szívesen mesélnek erről a dologról. Nekem is volt egyszer egy ilyen alkalom, amikor jöttem az éppen a villamosra, és egy nagyon kedves ismerősömnek az édesanyja osztott meg, szinte erre kísérletesen emlékeztető, és azért az elég fura, amikor tudod, jössz haza egy nagyon kedves ismerős hölgyel, aki vidáman ecseteli azt, hogy milyen gejzír, buzgár dolgok jönnek elő belőle, igen, gőzölöknek elő. És neked mesél? És nekem elmesélődnek elő. Igen, és aztán hogy hívják voltunk? Elköszöntük egymást, és akkor mindenki ment a maga dolgára, és érdekes, hogy én meg ilyen, tehát, hogy amikor hazértem, akkor esett le, hogy mit hallottam. Tehát, hogy az egész, hogy mennyire bizarr, mennyire abszurd az egész szituáció, elköszönöm, csókolom, viszontlátásra János, és akkor szépen nyitom így a kaput, és akkor egy kicsit így belegondolok, hogy úristen, most tényleg az történt, ami történt valójában, hogy egy nagyon kedves középkorú hölgy megosztotta velem az ő bélflórájának a viszontagságéről szóló szaftos történet. De és tényleg? Azt érezted, hogy úgy többen is felétek fordulnak és követik az nem, hál' Istennek üres volt az utca. Tehát, mert az igazi. Neki közönség kell ilyenkor, és szerintem a színházban is egy picit az van, hogy ő szeretné, hogy ezt mindenki így hallaná így körülötte. Félhangosan meséltek, vagy pedig csak így csuttogva? Nem, rendesen, tehát normálisan megbeszélték. Őket nem zavarta az, hogy ott ülnek a Balázsék, vagy bárki más? Nem szerintem. Sőt, kicsit inspirálta is valószínűleg. Ez igen. A néni örült, hogy elmondhatja, és szolidaritást vált a másik két nénitől, akik viszont nagyon szépen szolidarítottak. Tehát amikor kellett, akkor mondták, hogy aranyom. Nem volt az semmi típusú hozzászólás? Nem volt, hogy tegyünk rá még egy lapáttal, és utána már ki tud durvábbat mondani, mert abban én is beszálltam volna. Igen. Nem. Mit petefészek szakértél? Ami nagyon helyes volt, hogy elkérték a doki számát. Tehát, hogy nyáj, aranyom, hát ez nagyon jó, ezt a doki számát nekem. Az egyik elkérte a másiktól a dokinak a telefonszámát. Annyira megörültek, hogy megoldódott ugye az egyik hölgy arcüreg problémája és fog problémája, és nem tudom, hogy elkérték a telefonszámát, de ezek után az egész színház mehet hozzá kezelésre, mert ott mindenki fölírta ezt a telefonszámot. Tehát ez hangos. A Radnoti azért nagyon pici tudott. Tehát ott először egy ilyen sztorival, azt 30-40-en vidáman végighallgatják. Mm-hmm. De három hölgy nem zavartatta. Ott nem azért, ott azért amikor egy hatásszünetbe belecsúszik egy-két szó a nézőtérről, nem? Ja, még jó, hogy nem darab közben mesél. Igen.
Még volt rajtam bugyi. Szép volt. És akkor... Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy kinek milyen kihallgatott beszélgetése volt már. Amit elkaptatok buszon, villamoson, vonaton, és kicsit nem hittetek a fületeknek, hogy egy anyuka úgy szól rá a fiára, hogy. Hogy egy apuka éppen megbeszéli a házas életet az ő barátnőjével, vagy feleségével. Vagy két nagymama beszélget a vonaton, ti pedig akarva-akaratlanul részesei lesztek, belefolytok, és egy idő után már szinte jól esik a kukkolás így fülön keresztül, és nem akartok lejönni a sztoriról. Egy idő után egyébként rá lehet csavarodni. Tehát azon vettem észre magam, hogy azon dukkolok, hogy nem mondják be, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat és elsődöző lámpa, hanem tudja meg a történet végét. Tehát ebből látszik egyébként, hogy én is öregszem. Egyszer a 35-ös buszon, ez már megszűnt ez a járat, az Üllői úton járt, annak idején Sükkökén volt a végállomás, és mentem hazafelé, itt 10 éves voltam, soha nem felejtem el, hogy egy udvarlásba csöppentem bele, amikor egy úr egy hölgynek csapta a szelet, és tele volt az egész busz. Semmi extra nem volt a beszélgetésben, semmi az égvilágon, csak az, hogy az úriember a jobb kezével folyamatosan fogta a hölgynek a jobb mellét. Ezt nem, de tényleg, én de nem így én nem hittem el. Kapaszkodtam, semmi feltűnő nem volt. Ők még egyébként teljesen normális hangvételben beszélgetek, mert semmi extra nem volt. Oda néztem az egyik pillanatban, és azt láttam, hogy folyamatosan fogja, átnyúlva így, folyamatosan fogja a mellét, és beszélgetnek egymással. De semmi szaftos nem volt benne. Hosszabb elválás előtt volt a képen, és még utoljára. Semmi. És ő valahogy így rutinszerűen, reflexzerűen ő rámarkolt, és ez a pozíció, ez meg is maradt egyébként a Kőkitől a Béketérig. Ez kb. 20 perc volt. De ez nem lehet, hogy valami nagyon verejtékes álmodban, valami lázálmodban volt ez, hogy jó, egy buszról álmodtál, ahol a férfiak fogják a nők mellét. Nem, kapaszkodónak használják. Az egy elég unalmas 20 perces petting lett volna, ha csak ennyi van benne. Figyelj, folyamatosan fogta a hölgynek a mellét. És a beszélgetés nem miről szólt, hogy szeretlek, drágám? Ez. De volt valami legalább ilyen, hogy új, de milyen jó, kemény, semmi nem volt benne. Csak fogta. Egy égen kapaszkodott, mert esze volt nagyon. Igen. Mari nem lett rossz előadásra ültél be, és az volt maga a mű, egy színházi újítás volt. Igen, által ültél a színpadnak. Akkor viszont óriási. Azt mondja, Viki, fordulj meg, mert itt mögöttünk van a színpad. Itt zajlik az élet. Így van. Nincs annál jobb egyébként péntek este beülni egy olyan darabra, amit ketten játszanak, megnézed, hogy miért rossz a házasság, ki csal meg, és aztán utána mi történik. Tehát egy nagyon vidám. Hát te nem tészted meg, mert felénél elmentetek azt, hogy ne felejtsük el, hogy lehet, hogy a vége az parádés volt. Lehet, hogy a második, a második. A katarzis. Hát mondjuk egy ilyen felvezetős után katarzis, már nem annyira kíváncsi az ember szerint. De ezt tudod, amikor hogy belemész, és na majd most egy jó színházi darab, és egy jó vacsora után nem, és így ülsz a nézőtén, atya úristen, két szenvedő ember, akik egyébként kiválóan alakítanak, és nagyon jó, hát ugye arról szól, hogy 20 év házasság után mennyire eltávolodnak egymástól, meg nincsenek gondjaik, de mégis, és akkor a végén a pasi félrelép egy fiatalabba, tök standard story, és akkor végén lelép, de aztán visszamegy, és rájönnek, hogy megöregedtek, és elment mellettük az életet. Nem volt ki elmenni a felénél, nem érezted, hogy most fölállunk a darab között? Nem, hát tudod, a felénél van egy szünet. Hallottam már róla, hogy állítólag ott van. Hogy felkapcsolják a lámpát. Tudom, akkor van a büfé, hát csak én nem megyek be, tudod, tehát én mindig megvárom kint a békát. Ki kijön a színházból. De hogy nem tehát mész te is vissza, nem kijöhetsz. Ciki, nem volt ilyen, sziasztok! Hát Feri, nem úgy jöttünk a hello! Nem köszönsz oda! Ez szerintem nem jó, szevasztok, hello! Hát amikor a tömeg ugye feláll, akkor te is kulturáltan felállsz. Vegyülvel elhagyod a színpad, a belső termet, és kimész ugye a büfébe, úgy és a ruhatára. Úgy csinálsz, mintha venné még egy kókuszgolyót, de nem. Nem kell úgy csinálni, kisétálsz az utcára, veszel egy nagy levegőt, sóhajtasz, és elindulsz a humuszbár irányába. Tehát nincsen semmiféle. Itt csak az nem volt kell zavartan viselkedni, körbenézés, kilopakodni. Hát az nem olyan, nincs benned egy ilyen... Hát azért én már ennél szagoltam több puskaport is, mint egy színházban féljek attól, hogy mit szól a közönség. Nem, most a három néni ott szegény, a egy csomó ismerős arc volt a humuszbárban, tudtam, hogy ők is a színházban jönnek. Ti is elég volt. Itt nem kellett foglalkozni azzal, hogy mit szól a közönsége, mert a második felmásom már csak hárman ültek bent, a három hölgy, akik az első nem figyeltek. Igen, ők észre sem vették, hogy mi volt a darab. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Elcsípett, kihallgatott beszélgetéset. Mit hallottatok? Amikor tényleg buszon utaztatok, villamoson, metron, bármilyen tömegközlekedésen, autóban, vagy álltatok valahol sorba a postán, és előttetek elindult egy helyes kis beszélgetés, aminek nem akartatok a részesei lenni, de aztán valahogy mégis belefolytatok a beszélgetésbe. Ki beszélgetett, és miről? Jó, küldjetek. Illetve, hogy jó tapasztalataitok vannak a Suma Meddel kapcsolatban. Ezt is mindenki. Segít-e valóban arcüreg problémánál? 7:30 pontosan jövünk mindjárt az SMS-ekkel Ákos híre után.
Igen, amikor várnod kell. Itt van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Hello! Na, te mit hallottál? Hát, utaztam a 4-es villamoson éppen munkából hazafele. Igen? Jászai-Mari téren fölfelt egy nagyon kedves dekoratív hölgy reggel, és kezdtem mesélni éppen telefonban valakinek, hogy milyen izgalmas dolog történt vele. Sikerült kinyomoznia, hogy a minisztériumban, ez a honvédelmi minisztérium, ki volt az, aki kiszivárogtatta a Gripen szerződéseket, kik volt részleteit. Mondod komolyan. Hát ez megjön. És ezt ő telefonon mesélte, vagy beszélgetett valakivel? Telefonon beszélte. Telefonon. És hát ugye elég zajos a villamos, úgyhogy elég hangosan kellett, hogy beszéljen róla. Hát a fél villamos szerintem hallotta, amit ő elmondott, tehát onnantól kezdve már szerintem megvolt, hogy kiszivárogtatja ki az információt. Nagyon jó, nagyon jó. De Terike, senkinek egy szó, se ez nemzetbiztonsági ügy. Mit, Terike? Így van. Senk? Nem. Na, és tudjuk akkor? Megtudtunk valamit? Hasznosat? Hát igazából konkrétumokat annyira nem tudtunk meg, annyit tudtunk meg, hogy nagyon komoly és titkos szerződésről van szó, nemzetbiztonsági ügyről volt szó, a Gripenek szerződéséről, milliárdokról van szó, és hogy aki ezt kiszivárogtatta, az lényegében a hazaárulás tényét követte el. De nevet nem mondott. Nem, bajta, még mondott is, talán már nem is emlékszem rá. Csak ott bemondták, hogy a Blaha Luizatér következik, és pont belebeszélt. Igen. Terike, és most mondom a nevet. A Blaha Luizatér következik. Nem. Mondom, titkos! Nem Blaha Luiza. Hát ez jó. Igen? És mondta, hogy és végre megvan, és megvan a rés a pajzson, hát mondom, persze, pajzson esetleg a résen, mert mondom, ezt így mindenki hallotta a villamoson, amit most elmondtak, és elérkeztünk a, és nem a Blaha volt, hanem a Veselényi utcához, szállok le, és száll levelem ugyanígy a hölgy, megyünk tovább, és akkor már belekezdett valami teljesen más nemzetbiztonság ügyekbe, hát mondom, én most már elkanyarodok, mert hazárulásért engem fognak elviselni. Tudom, kiöltem meg Kennedy-t, most mindjárt leszállok, és elmondom neked, mire jutottam az UFO. Nem, szia, még nem köszönk, CIA! Köszi, hogy elmondtad, Gábor, ciao. Hello, ciao, ciao, szia Gábor, hello. Na, gyorsan egy-két SMS, hogy ki milyen beszélgetést hallgatott még ki. Főiskolán, matekorán két lány beszélgetett, az egyik mondta a másiknak súly, hogy egy este a barátja véletlen a fülébe, pont. És úgy érzi, hogy még mindig bent van. Nem tudom szebben mondani. Furcsa, hogy milyen beszélgetés. Milyenkor fél lábon kell ugrálni. Igen. Azon gondolkodtam, hogy szakács és kertészképző tanfolyamot indítok, mert hogy a buszon hazafelé 50 percen keresztül hallgatom az idősöket, de egy mesteri szinten tudom ezt a két szakmát, az már fix. Szakácskodás, kertészkedés, ezt abszolút ki tudod hallgatni, igen. Helyszín a gyógyszertál, ahol sorban álltam, előttem kb. 60 év körüli férfi beszélgetett. Óhatatlan volt, hogy ne hallja, mi a téma. Egyik mondja, képzeld, de rossz gyógyszert írt fel a doki. Miért szól a kérdés? Miért szól a kérdés? Azért, mert megiszok 2 liter bort, és fáj a fejem. Micsoda? Aha. Ja, hogy a borra fáj a fejem. Aha. Nem bírtam ki, ne nevessek. Írta nekünk egy hallgató. Azt mondja, nekem a színházban kellett végighallgatom, hogy az előadás vége egy férfi a sikeres műsorai, valamint a sztori díjairól. Képzeld, Viki, megint én vagyok a jelen. Azt mondtam, hogy én vagyok a Playboy szerint az év média személyisége. Egyszer egy buszon végighallgattam, hogy a srác könyörgött telefonon a barátnőjének, hogy ne hagyja el, amiért megcsalta. Egy halomnyi romantikus dolgot felsorolt, mi mindent tenne meg vele, hogy megbocsásson neki. Erre nem bírtam ki mosolyás nélkül, miután letette a telefonos ház, rám nézett, és azt mondta, veled is megtenném. Hm. Aha. Ajajajajajajajaj. De tud udvarolt a másik lánynak? Igen. Karamell koncerten hallgató vége a mögöttünk ülőktől, hogy a főnökükkel kapták egyeket karácsonyra, és pukkadjon meg, hogy ezzel szúrta ki a szemüket, majd azt, hogy a cégnél kijött össze kivel, kiszakított, kicsalja a feleségét kivel, majd azt, hogy az egyikük lánya válik, végül pedig, hogy hogyan sütik a palacsintát, hogy tutira ne ragadjon le. Ez egy fontos info. Nem, hát a palacsinta, Igen. A férjem szólt rájuk, amiért a többi néző hálásan tapsolni kezdtek, mire duzzogva hazamentek. Nagyon jó. Én mindig rakok bele egy mokkáskanál kis olajat a tésztába, Terikém, de cukrot soha, mert szerintem akkor ragad. Igen. Tavaly az egyes villamoson azt hallgattam végig, hogy egy nagy darab fickó kihangosított telefonnal, amit a füléhez tartott, az már eleve deprosztó így beszélni, nem kihangosított telefonnal. Ne nagy rákot kapsz, ha közel tartott. Azt magyarázza a haverjának, hogy minden rendben van vele mostanság. Igaz, hogy körözik a 2 éve a Népszínház utcai késélés miatt, de amúgy egyébként minden oké. Okay. Ott azért arrébb ülsz, nem? Mozdulni sem mertem, mert azt láttam, én vagyok az egyetlen fültanú. Annak küldtenek. Minden rendben, 2 éve köröznek. S
egyik még megúsztam. Igen, anno Párizsban buszon reggel 7 óra magasságában az előttem ülő idősebb nők éppen azt tárgyalták ki a hétvégén kibújt, hogy a hétvégén kibújt az egyiknek az aranyere. Jaj, nem már, nem már. Kibújt, hát megjelent, kibújt. Na, hát most az ott oda kibújik. Aha, mint a hóvirág. Kinyílik tavasszal. Soha, képzeld el. Egyszer csak úgy megjelenik. Egy kis dudor. Hát kibújt az aranyere, hát ezt meg kell beszélni. Napközben is eszembe jutott még utána. Néhányszer ez a parádés beszélgetés. Reggel a vonaton a mögöttem ülő mesélte artikulátlan nevetés közben, hogy hétvégén segített egy tehénnek szülni könyökig, utána válik kellett, hogy benyúljon neki. Ezt Matyi küldte nekünk. Ismerősöm a Zene Akadémiára járt koncertre, mögötte két nagyon elegáns hölgy masszívan süteményt sütött elméletben. A cintányér zenében pillanatnyi szünet, hátulról ezt hangzik, akkor most ütöd bele a két tojást. De jó. Állítólag a karmester megállította a zenekart, és megszólalt, hogy megvárom, amíg kisül, de hát ez már csak legendé. Azt mondja, hogy a tengerparton napokon keresztül azt hallgattam a strandon nyugdíjas néniktől, bácsiktől, hogy kinek milyen befektetése van, részvénye, osztalik a kamata, és mit adott el, mennyit vett és miért. Milliós, 10 milliós nagyságrendekben gondolkodtak. Na, hát a mamerok jól intézték. Igen. Nem? Jó. Ügyesen csinálták, igen. Balázs, téged nem nagyon fognak felkérni kulturális műsorok ajánlására. Hát igen, ma ugye. Ma lehúztál egy szimfonikus koncertet és egy színházi előadást, és még csak szerintem a héten már nem megy sehova, jó? Sem mozi, se színház. Teszek egy kísérletet, hogy én és a kultúra jobban legyünk. Igaz. Hát de most figyelj, nem jó a darab, se a péntek, se a szombat. Majd legközelebb már az első felvásárlásod így félre vonják, igen. Tudod, hogy így érzésre. Visszafizetjük az árát. Hogy ez még forr ez az előadás, még nem ért el szerintük azt a színvonalat, amit esetleg azért. Fél év múlva jöjjön vissza, addig visszaadjuk a jegyet. Kriszti írta nekünk, egyszer azt hallottam, amikor fogdoki meg a nővérke megbeszélték, hogy mit hazudjanak otthon, hogy miért értek haza este később, miközben a fogamat csinálták. Ja, mert hogy ketten összesöndörödés van a fogorvosi rendelőben, és hogy mi a sztori, jó? Igen, korra reggel tömött busz, mindenki álmos csendben van a piros lámpánál, a buszon megy a motor, egyszer csak a kisgyerek hangosan kérdezi az apját, apa, te miért pisilsz a mosdókagylóba? Erre nincs jó válasz. Ez egy gyerek lebuktató, ez jó. Erre nincs jó válasz, igen, hát köszönjük szépen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hallottátok, hogy lefotózták Vujic Rütkot sapka nélkül állítólag? Na ne! Hajdú Szoboszlón egy fürdőző lefotózta sapka nélkül. Jézusom, miért a jacuzziban nem fürdőbe volt? Vagy azért volt sapka volt? Vagy nem fürdő sapkába? Nem. Vagy úszó sapkába, ilyen rózsákkal? Hát te egy fürdőző vennék, ne? $20,000 forintot kért a tévéstől, hogy ne hozza nyilvánosságra a képet, mondván a mai világban mindenki pénzből él. És a nagy kérdés, hogy vajon mit láthattunk volna a képen, mert hogy elvileg Frutkónak sikerült megakadályoznia, hogy nyilvánosságra hozzák. Hát ha egy fürdőben voltak, akkor nyilván egy gázló madárnak a fészkét. Na hát ezt kellene kitalálni, drága hallgatók, hogy vajon mi lehetett a képem? Amit Trütko nem akart nyilvánosságra hozni, egy hajdúszoboszlói fürdőben kapták őt le, óvatlanul sapka nélkül fürdőzött, vagy szaunázott, vagy nem tudom, gőzölt, és 20,000 forintot kellett fizetnie. A mai világban mindenki pénzből él. Állította a zsaroló. És kifizette benne a 20-as? Csak mondom a zsarolónak, ha hallgat minket, 40-et adok érte. Nem, a zsaroló jelentkezzen, ha hall bennünket. Mondom, hogy 40-ér átveszem. Adjunk érte 40-et, és számoljon be nekünk adásban. Tehát mondja el, hogy mit látott. És küldje át a képet. Hát természetesen, mert hogyha már 40-et kicsengetünk valamiért, akkor kérjük a képet, és fölrakjuk a Facebook oldalra. Bizonyos. Hát nem tudom, hogy ez a személyiségjogot, ezzel sértjük. Semmit nem sértesz. Semmit, ugye? Nem? Hát még közszereplőről van szó, hát fölrakod a Facebook oldalra, hát semmit nem sértesz. Semmi extra nem lehetett alatta. Szerintem valószínűleg van haja, csak ugyanúgy őszül, mint Habony Árpád is, ezért nem akar belőle problémát. Írjátok meg, drága hallgatók, engedjétek szabadjára a fantáziátokat. Mit látott a hajdúszoboszlói fürdőző, amikor Trütko fölbukkant hirtelen a meleg vízből, körbenézett, majd visszamegy. Kifröcskölte a vizet a száján. Periszkopódjára körbenézett. Megmozgatott a füleit, tudod, mint az én a vízilovokkal vagyok. Majd visszament és újra elúszott az öreg idős hölgyek lába között, hogy mit látott. Azok pedig felsohajtottak. Jaj, Istenem, remélem visszafele is. Jaj, Szilárd, megint te vagy. Most pillangóba. Olyan vagy, mint lesz.
Mi pedig ugye arról kezdtünk már a hírek előtt beszélni, hogy megzsarolták Vujic Rütkót. Megzsarolták és lefotózták állítólag sapka nélkül. Odalépett hozzá egy fürdőző, aki azt mondta, hogy 20 ezer forintot kér azért, hogy ne kerüljön nyilvánosságra a kép. De a kép nem került nyilvánosságra, tehát valószínűleg Rütkó fizetett. A fürdő gatyájából hát, előhúzott egy ilyen kis összehajtogatott 20 ezeres. Hát meg tudna téged győzni, aljas módon lefotóznak téged és megzsarolnak. Én közöltem volna, eladtam volna az összes újságnak. Engem nem tud meggyőzni. De most mit csinálsz tényleg fürdőző valahogy, és odajön valaki, és azt mondja, hogy lefotózlak, és felnyomlak, hogy itt fekszel, mit tudom én, félmeztelenül, hát, vagy mit tudom, kövérem, vagy soványom, vagy bármi. Mit csinálsz? Én bedobnám a Dugovics Titus figurát. Magad a rántanám a mély vízbe. Na jó, nem, akkor hogy hívják be a kacsóztató, vagy valami, hogy egy kicsit átműtösödjön a kamera, és akkor onnantól kezdve. De azt se teheted. De mit tudom én, mondok valamit. Hát, mert a korongálás akkor nem, csak azt mondom, hogy bolondoztam. Tehát kimész a Lellei Szabastrandra, elalszol, kicsit a fürdőgatyádat fölfújja a szél, és egy ilyen félnyomorult kis here, tudod, ilyen kicsit bácsi sanati. Vagy szépet álmodok, és háton fekszem. De ez nem annyira életszerű, hogy álló videó. Ne fogod, ez MPEG lesz, holod? Nézd már, hogy... És ilyen kicsit bamba pózban elalszol, kicsit így meg... Picit folyik a nyálad. És olyan ilyen speedo fürdőgatya van rajta, tudod, ami mindig három számmal nagyobb volt, amit a férfiak hordnak. És nem varrott ilyen... emblémával, hanem ez a rávarrott ilyen műanyag. Igen. Jön egy déli szél, és egy kicsit felfújja ezt a fürdőgatyát, és egy ilyen tudod, az a félhere, félgojzli. Ilyen ponnyomorultul tudod felvillan. És pont alszol. Fölébredsz, letörlöd a nyálad a szádról, elmész, hogy iszol egy sört, eszel egy lángos, és odalép hozzád valaki, és azt mondja, Jani, lefotóztalak herében. Igen. Gojzlival. És ráadásul félig be voltál terítve mustáros papírtálcákkal, amit a szél vitt oda. De szerencsére a mustáros részen ráragadt. Nem kell annyira elvinni extrém, mert próbálok egy ilyen életszerű balatoni nyári képet lepesteni. Ez nálam életszerű volt egy időszak. Igen, fekszel a Lellei strandon. Adjál 20 ezer forintot, mert akkor nem kerül ez a kép nyilvánosságra. Mit csinálsz? Fizetsz? Alkudozol? Vagy elhajtod a fenébe, hogy rohadjon meg, ha már megzsarolt? Alkudozok. Alkudozol? Lenyomod 10-re? Nem, két füstölt sajtos tejfölös lángosra. És két túros palira, meg egy ízesre. De ez a megmarad. A büfés. És egy jobb fára. De valószínűleg fizetnél, nem? Fizetnék. Ugye? Fizetnél. Tehát van az a pillanat, amikor az ember fizetne. Hát azért megnézni mondjuk előtte a képet, hogy mennyire előnyös. Mi? Ha előnyös, akkor hadd menjen. Ha jól lézel ki, akkor hadd menjen. Nem, hát egyszerűen... Magzatpózban fekszel egy Lellei strandon, félig lelógva a matraszról, úgyhogy kivillannak a heréit. Hát az nem lehet előnyös. Hát az csak nyomorul tudsz lenni. Hát nem tudsz előnyös lenni. Hát nincs az a kép kompozíció, mert előnyös. Villant a heréből, érted? Az sem mindegy. Nem, az a baj ezzel, hogyha fizetsz, akkor onnantól kezdve... Jó, akkor nem 20, hanem 50 vadorú. Nem, mondjuk azt mondja, hogy csak már ki belőlem ki 50 gót. Hogy lenne már nálad egy strandolásnál 50 ezer forint? Miért az a 20 se igaz? Legyen 15, meg az a strandlabda. Meg a Csillag Patrikos törölköző. Figyelj, szerintem, tehát eleve meg kell kérni, hogy mutassa meg, mert be kell bizonyítani azt, hogy ténylegesen kész van. Tényleg megcsinálta, tényleg van egy ilyen felvétel. Hát érted, hozomra nem fizetsz ki semmit. Hát igen, de mondjuk látod a felvételt. Hát persze. És kitéped a kamerát a kezéből, és belevágod a mély vízbe. És mondja, hogy kár volt, mert van másolat is. Igen, és most már a fényképezőgép árát is kell figyelni. Igen. Hát nehéz azért, hogy az ember ebben a helyzetben mit csinálnám. Mindenesetre Rütkó állítólag fizetett, mert hogy nem került nyilvánosságra. Én legalábbis nem láttam. Én megkerestem a weboldalát, így szól a bejegyzés. Ma reggel megkaptam életem üzleti ajánlatot. Hajdúszoboszló egy nő, 20 ezer forint, akkor nem adja el a bulvárnak. Azt mondja, igen. Hát gratulálok, gazdagodjon, bátran tisztelt asszonyom. Hát akkor fizetett viszont. Nem, volt. Akkor nem fizetett. Paparazzina. Miért nem fizetett? Hogy azt mondja, hogy az újságnak adja el, nem? Hát gratulálok, gazdagodjon bátran, tisztelt asszonyom. Ja, értem, tehát, hogy nem fizetett, hanem felszólított a nőt, hogy igen. Hogy akkor gazdagodjon bátran, tehát adja el az újságoknak a bulvárt. Hát tudod, hogy szerintem én bizonyosabbkarék, hogy nem ismerném meg a Rütkót. Tehát én azon gondolom, hogy beülnék bárki mellé a szaunába, és ott ülne egy kopasz csávó, vagy bár egy madárfészek, vagy egy Voldemort tetovár. Nem tudom, mi van a sapka alatt, tényleg írják a hallgatók. Voldemort tetoválás. Egy Voldemort tetoválás van rajta. Tehát én nem ismerném meg egyébként. Szaunában én vidáman ülnék.
lennék mellette, úgyhogy én nem tudnám, hogy ő fickó, nem? Jó, de az első modoros félmondat után már tudnád, hogy ő az. lehet, hogy neki nincs is feje. Tehát itt ér véget a baseball-sapka, és effektíven nincsen semmi. De akkor mi van ott? Folyik a jacuzziból a víz? Ez jó kérdés egyébként. Vagy csak van, csak lapos. A víz. Mi van tök egyenes? Érdez, hogy mi van tök egyenes? Mi van egy ereszt a fején, és abból a hátrafelé csurog a víz? Én nem tudom. Ja, persze. És mi van akkor, hogyha gyakorlatilag egy ilyen, hogy egy üvegbúra, amit ha megráznak, akkor hó esik benne, és egy házinkon van. Van benne egy kis tány, megráz a fejtelé, és felszáll. Igen, meg hóember is. Zenél. Így van, és egy rész. De miért egyébként, te megismernéd a sapka nélkül? Én nem ismerném el sapka nélkül. Annyira védjegye. Igen, annyira védjegye, hogy tényleg nehéz lenne. Igen. Szürtkő és Takács Nikolász valószínűleg szövetségesek és ugyanazt rejtegetik a sapka alatt, vagy felváltva adják egymásnak. Nikolász annyira vigyáz rá, hogy még otthon is kapucinban van, párom futárként vitt neki csomagot. Hát, vagy a letakart rész Takács Nikolász. És az van, hogy időnként, tehát, hogy egyszer ember egy. Igen, mutasson már nekem valaki egy olyan képet, ami rajta van egyszerre Vujic Ritko és Takács Nikolász. Ez jó, tehát ők sosincsenek közös képen, nincs. Vagyis a kettő egy. Megfordul. Egy félfordulat, és már Takács már Nikolász. Is. És akkor felrakja a kalapot, és a kalap alatt Vujic Ritko van. Ez kemény. Akkor ők lehet, hogy egy emberből vannak, csak két embernek adják el magukat. Simán dupla lehet. Lóvi az egyik énekel, de hogy énekel és hogy vezet műsor? Hát milyen jó lehet. Olyan sosincs, hogy a Ritko felkonferálja a Nikolász. Ez igaz egyébként. Bár azt is meg lehet, hogy meg lehetne csinálni. Egy takarás. Mondja, visszajön, és már énekel is. Szerintem simán megoldható lenne. Igen, simán meg lehet. Simán meg lehet. Azt írja valaki szemben, hogy Demcsák tangája van a fejére húzva, Csabi. Akkor ügyes. Csabi küldene. Mi van akkor, hogyha mindannyian azt hiszük, hogy kopasz, de valójában nem kopasz, hanem irgalmatlan rőzse van alatta. Iszonyatos kabírbedi haj van alatta, vagy föl, hihetetlen mikrofonfej. Tudod, de rá van szuszakolva. Tehát, hogy semmi nem tudja lebondni, mert akkor leveszik, hogy szétugrik. Egy ilyen ladány benne 27-es haja van, vagy egy iszonyat rasta haj. Egy ilyen Norberg. Mondjuk azt begyömöszölni minden nap a baseball-sapka alá, azért ez kemény. Hát vagy a másik változat pedig az, hogy is lehet, hogy ennek is esett áldozatul, hogy természetes szőke fürtök vannak alatta. Durvábbak, mint Szalai Vivien, és kicsit az irítségnek esett állat. Igen. Szerintem a nevéből kimaradt magánhangzók vannak rá, te tovább. Szerintem egy kopasz fejet látnánk, amire egy baseball sapka van tetoválva. Ez Attili küldte nekünk. Szerintem sapka nélkül maga a pokol. Ez küldte nekünk. Lolka és Borka rajzfilmről Lolka fejét tudom elképzelni 5 szál hajjal. A fejtet, de egyébként ez tökre menne a trükkód. 3 ilyen pici szál, tudod, ilyen lolkás. Az is tetoválva. Az is rá tetoválva, igen. Trütko képen van, hívjatok, írja valaki. Innen fordított nekem az egyik telefon. De van Trütko hogy... képe? Tehát baseball sapka nélkül? Az nem lehet. Na, ha van, akkor nincs. Küld el nekünk. Megveszünk. Egy ajándékcsomag. Plusz némi apró. Nem, egy nagyobb készpénz. Figyelj, nem lehet, hogy valami titkot rejteget? Hogy mondjuk egy hatalmas szív van rá, tetoválva, és az van beleírva, hogy Vujic Randász forever. Micsoda? Hát, hát mit tudom én, érted? Hát egy titok. Nem, Schwabi. I love you, Schwabi. Csak már idejét mutatom. András. Hello, sziasztok. Szia, hello, ciao, morning show, Balázs, szia. Szia, Balázs. Neked van Trütko képed? Esküszöm. De? Már is mondom. Pár éve itt kamaránál van egy ilyen sport, strand, tudod, ilyen komplexum. Élményfürdő. Strand. Nem szeretnénk. Nincs ebben több. Csinálni. És kimentünk az akkori barátnőmmel és barátommal fürdeni, és ott akkor volt a családjával. Barát és barát is egyben? Nem, a barátnőmmel és a barátnőmmel. Elég befolyásolható voltál, akkor nem tudtad, merre menjél. Igen? És hát ott láttam, hogy mint hogy ott lenne a Trütko. És úgy állítottam be az ismerőségbe. De várja. Mintha ott lenne. Tehát, hogy így a szemed sarkából észrevettél valamit, megráztad a fejedon, néztél, és már nem volt ott? De. Ott volt, és úgy trükköztem, hogy beállítottam az ismerőségbe. Úgy, mint hogy őket fotóznám le. Létszik, de lesz a képet. De nagy vagy. Ezt fogunk küldeni, csak most sajnos nincs rám otthon gépem, de esküszöm, hogy el fogom már küldeni. Tehát fotózz le, és küld el.
volt, hogy ismerősömnek kiraktam Facebookon, mert beszélgettek, hogy mi lesz a trükk a sapkája alatt, de így beraktam a képet, és nem mitték el, hogy basszus, tényleg ott. De mit csináltál? Te odaállítottad az ismerősödet fotózni, és ő ült a medence szélén, és kanasztázott? Volt egy ilyen patka, és ott ült rajta a trükkon. Na most azt tudni kell még, hogy volt náluk egy ilyen sapka, ne. Amivel, várjál, amivel a gyerekeivel játszott. Az dobálta a gyerekek. Nem, ingerültem, próbálta meg visszaszerezni. De nem lehet, hogy tényleg a gyerekektől próbálta meg visszaszerezni, hogy üdös körök adni. Nem. Már össze nem szorakoz, tökre teszed az imidzsát. Ne vársátok. Megmondanak anyának. Olyan sapka volt a fején, aminek a tetején egy ilyen, tehát vízzel lehetett feltölteni. Nem, igen, egy tapsoló kéz, meg egy bohóc. Igen, meg egy napelemes ventilátor. Ez ilyen vízjáték. És két dobozos sörölt. Amit, hogyha megnyomnak a gyerekei, akkor valamelyik nyomásnál ráfik a fejére a víz, és ilyen játszottak a gyerekeivel. Elküldöm. És ezt lefotóztad. A sapka még a fényképen is rajta. Igen. És a sapka a trutkó fején van akkor? Tehát a fotón láthatjuk majd a sapkát is? A fotón a sapka nincs a trutkó fején. A fotón rendesen, de megnyitottak benneteket, nem a Schwabi András van a fején. Tehát nem az van, hogy I love Schwabi, nem ez van rá te tovább. Nem. Vagy Forever Kandászon. Nem, de nem is van, így megmentett adózott emberül a fején, tehát megnyugodhattok. Tehát nincs bent három háborús menekült elrejtve, akik egy olyan börtönt Edko. Nincs, de majd elküldöm nektek mindenképp akkor azt a fényképet. Jó, mert mindenképpen azt nagyon várjuk, hát erre holnap visszatérnénk, morningshow@klassefm.hu, kezdem már el mindenképp, persze. Ez a vizet nyomrak rád, gyerekek, ez egy picit azért, hogy hívják, hogy mi legyen azt a sapka, ilyen strandi játék sapka. És akkor két tartály volt rajta, az egyiket megnyomták víz, a másikat megnyomták, akkor meg magas faktorszámú naptej. Nem. Hogyha közel hajoltál, az egy pipacs volt, ami arcon becsköd. Nagy munka most ér ez a cutkó, a strandon és mindenbe vett, hogy jól szórakozzunk. Igen, és hátul pedig egy maci volt, és ha megnyomtad, akkor azt mondta, hogy mackó vagyok, játszani. Nem, annyira az. Jó, figyelj, hát megnézzük ezt a fotót, mindenképpen küldem nektek. Elküldöm mindenképp, és akkor hát majd, hogyha meglátjátok, és tényleg elküldtem a képet, akkor viszont várom az ajándékcsomagot. És milyen volt, kis fecskében vagy ilyen sportdresszben? Hú, ilyen rövid, ilyen sima úszósort, ilyen kicsit hosszabb, de ez már tényleg ilyen 2007-2008 magasságában volt, amikor megnyitott még az. Azóta megvan ez a kép? Meg, persze. Hát egy ilyet te is őriznél. Hát egy ilyet, egy komolyan. Hát ez még az jó lehet, ez a befektetésnek. Ezt hát annyit, hogy megszorulsz, el tud nyomni a borzba, ha 5000-ért persze. Figyelj, egy Horváth Sárl is egy kóboros vagy egy Demiénes napszöveg nélküli képet nincsen? Nincs. De sajnos még a Verebesről sincs ilyen szemüveg nélküli képen. Igen. Sajnos nem. Vagy Verebesről hangfelvétel még szoprán korábban. Na jól van. Oké, köszi. Jó műsort nektek. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszi. Sziasztok, hello. Ciao. Ez jó. Na, ez nagyon jó, és eszembe is jutott valami. Keressük meg a hallgatóink által látott legnyomorultabb celebet. Tehát mi volt az, amikor a legkiszolgáltatottabb pózban láttatok egy híres embert? Feküdt elaludva, horkolva az alsóörsi strandon. Éppen veszekedett nagyon a gyermekkel a forró vízben, és egy picit már a fürdőnadrágja becsúszott a fenekébe, és rettenetesen furán nézett ki. Bejött és levetkőzött mesztelenre a szaunában. Tehát mi volt az, ki volt az a celeb, akit láttatok valahogy olyan pózban, amire hirtelen nem számítottatok? Amikor szembe jött veletek, ott kellemetlen volt. Át kellett rajta lépni. Engem nem ér elküldeni, tehát amikor állok, mit tudom én, a bezárt üveg visszaváltó előtt két tecsós szatyorra, sem meg az ötvenes villamoson, ahol csorog a nyálad. Igen, és kivagyom, hogy hétfőn zárva, nem ér. Igen. Tehát hát a hallgatóink tényleg láttak olyan híreséget valahol, amit a híreség nem is tudott, hogy egy kiszolgáltatott pózban, egy pillanatban, valami olyan tényleg élethelyzetben kaptátok el, ami nem egy megszokott egy híres embertől. Így a buliban támaszotta a fajansz, és azt mormolt, hogy az utolsót már nem kellett volna meginnom. Fejjel neki támaszkodva a pisszoárnak, és mondtátok, hogy te vagy az. Szerpisztetek egyet, majd tovább mentetek. Így van, Berki Krisztián a Libriben, ahogy fordítva tart a kezében egy lexikon. És nem ért. Igen. Na, ezt írjátok meg nekünk tényleg, hogy mi olyan élethelyzet volt, amikor hírességekkel találkoztatok, egy kicsit kiszolgáltatottabb, szokatlanabb pozitúrában, élethelyzetben, amire nem számítottatok. Úgy, ahogy egyébként Rütko ült valószínűleg a pala mellett, a Palatinus Randon, a nagy medence mellett, egy tapsoló
kezes sapkával a fején, és vitatkozott a gyerekekkel. Hogy adják vissza a sapkát. Vissza, még mielőtt észrevesz valaki. Na, hát ha hallgatóink láttak már ilyen hírességeket, és hát meg tudjuk nézni, hogy ki mit csinál. Jó? Írjátok meg nekünk, ha volt ilyen, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Drága hallgatók, ugye kértünk melleteket, hogy írjátok meg nekünk a cückos történet után, hogy milyen sztárral találkoztatok már olyan élethelyzetben, ami talán nem volt megszokott. És hát rengeteg SMS jön. Most nem csak arra gondoltunk, hogy kivel bulisztatok és kit láttatok esetleg egy picit ittasan, hanem tényleg egy olyan élethelyzetben, egy olyan sztár, amire az ember nincs felkészülve, vásárol valahogy, bevásárlók közben van, és egyszer csak szembe jön vele az illető, vagy valami olyasmit csinál. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Gabesz vagyok. Hello! Na, te kit láttál, Gabesz? Hát most már Annától tudtam meg, mert az eredeti nevét még akkor sem tudtam. Tihanyi Tóth Csabát. Novák Laci. Novák Laci. Atyám. Hát ez az eset még 2014, most visszanéztem a telefonomon, mert nem bírtam magammal, és gyors kértem utána egy szelfit, egy közös képet. 2014 novemberében történt egy esti 7 órási időben, nyilván sok forgatás után lehetett Laci, és jó nagy vitái lehettek a barátok köz Giziével, és hát az egyik budaörsi lakberendezési áruházban, az emeleten, egy olyan berendezett szobában, ami tényleg nagyon gusztusos volt, esztétikus, hát konyhának volt kialakítva, de volt benne egy hintaágy, és hát Laci barátunk háttal volt nekem, és a hajáról fejéről megismertem, és mondd, hogy nem aludt el. De elaludt. Hát kipróbálod a izét, a kis székecskét. Kicsit beleszenderedett a hintájba. Tényleg? A folyosón vannak a nyilak, hogy merre érdemes haladni, hogy ne legyen azon a szűk folyosókon szembe jövő forgalom. Hát én visszamentem. Szembe az emberekkel nézem, mondom, műbaba nem lehet, de hát azért mégiscsak a Novák Laci. Meg az ő haját nem lehet senkivel összekeverni. Igen. Valahol a közelben két gyerkőcöt és egy csinos hölgyet láttam, de nem tudtam azonosítani, hogy vajon a hozzátartozója lehet, vagy valaki, de ő ott így értékelte ezt a. És oda mentél egy szelfizni, hogy halkan ne ébresz föl, csak oda megy az ember, csinál gyorsan egy szelfit, és tovább megy, hát nem volt ilyen? Nem, képzeljétek el, és annyira meglepődtem, hogy megfogtam a bal vállát, ugye? És hát erre úgy ő felkelt. Felnézett, és az a tipikus, mint a filmben ritkán van ilyen jelenet, de az a megrökönyödött, és pont egyébként a napokban volt egy olyan része, epizódja ennek a... Amikor elalszik egy budaörsi bevásárlók. A Lacit egy vásárló kelti fel, és na, pont ugyanez a feeling volt, és utána ilyetem, nem tudtam, hogy úgy a Laci, akkor tényleg a Laci. Ezért mennyire szürás lehet, hogy besétálsz egy IKEA-ba, vagy valahol tök mindegy, és ott alszik Novák Laci egy hintaágyba, és így elsőre azt gondolod, hogy nem hiszed el, hogy ez... Körbenézel, hogy forgatnak-e? Igen, nem akarsz belesétálni a képben, nehogy forgatás legyen. Na, csak Laci lefeküdt egy picit. Oda menni hozzá, és megfogni a vállat, és itt a Barta! Vigyázz magadat! Hogy megyünk a következő vásárlóhoz? Kértem, hogy hát erről kell csinálnom egy képet. Azt kérdezte, hogy miről, arról, hogy alszom? Nem, mondom, talán erről az utóbbi, hogy most már hogy felébredt. És cserébe azért, hogy felébresztettem, megköszönte. Hát nyilván viccesen, természetesen engedte, hogy egy közös selfit csináljon. Nem pedig ezt még akkor kellett volna megcsinálni, amikor alszik. Igen. És utána fölébreszteni, hát, és őt is nagyon komolyan megzsarolt. Telerakni mindenféle apróságokkal, amikor ki van a készítve a záróháza, hogy a WC-ket ennek. Kis művirágot, három IKEA gyertyát rárakni a fejére, két üveg golyót a kezébe, néhány hús golyót. Az igazi betegség. Két fogas ráakasztani a fülére. Az órába tolni két illatgyertyát. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, sziasztok. Köszi, hello. Itt van velünk Enikő, hello Enikő, jó reggel. Hello, ciao. Sziasztok, jó reggel. Na, te merre jártál és kit láttál? Én nekem Zanzibáron volt szerencsém a Havas Henrik úrral egy csoportba kerülni. Ez Zanzibári befizetett út volt, aha. Így van, így van. És az egyik este mentünk át a szálláshelyről a hotelnek a recepciójára, ugye, ahol volt a vacsora, és hát a Havas Henrik úr már nem volt szomjas, mert... Jó, hát sose iszik. Hát azért ez mindenkinek, ezen nincs baj, persze. Így van. Igen, azzal nem volt szomjas. Azzal volt inkább a baj, hogy a recepciónak az üvegfalán egy az egybe
Hát, sikerült mennie. Túl tiszta volt. Na. Nem mondod komolyan. Ő így kezeli a jetlaget. És azt mondta, hogy nyugodjanak, meg mindig így megyek be egy szállodába. Igen. Így van, majd a svédasztalt sikerült lefejelnie, mint vakonnak a földiebre. Ne. De már ez azután történt, ezért, hogy átment egy üvegfalon, még lefejelt egy svédasztalt. Herikbe akkor van lendület azért. Tehát nem állítottam meg az ablak sem. Pontosan. Majd azt mondta, átmentem egy ablakon, megéheztem, most elmegyek és harapok valamit. Azért az ember átmegy egy üvegfalon után, azért megáll egy pillanatra, legalábbis körbenéz, hogy mi volt ez a zaj. Ez nektek gép sok a megfejelem. Vagy kint zajlott a vacsora, és ő a svéd asztalhoz ment be, csak rossz kapun vagy ajtón keresztül. Megkóstolom arccal. Igen. És mi oda mondtatok segíteni? Vagy, persze, természetesen segítettünk. Uh-huh. Majd aztán másnap ennek örömére, mivel éppen nálam volt az egyik könyve, éppen azt olvastam, nagyon kedvesen dedikálta, úgyhogy jó fej volt. Uh-huh. És emlékezett rá, hogy mi történt előző este? Nem emlékeztettük rá, gondoltuk, felejtenénk. Igen, felejtene. Hát ez azért ez bárkivel megesik. Oda ment észrevette, hogy olvas, és akkor megkérdezte kedvesen, hogy maga meg mi a tökömet olvas. Jó könyv, én írtam. Igen. És jó volt Zanzibár utána, összehaverkodtatok? Persze. Ott volt még akkor a Bajor Imre is, és jó volt, abszolút készítettünk is közös képet. Na, jó fejek voltak. Hát ők nagyon tudnak bulizni. Lazulni. Igen. Ja. Köszi, hogy elmondtad. Igen, ciao. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello. Jó, de látod, hogy ezt megjegyezzük, tehát ha bárki más esett volna át az üvegajtón, és az annyira nincs, hogy bárki más, mert ugye az ismeretlen. Igen, tehát, hogy ugye? Persze. Tehát, hogy ez nyilván ettől lett fontos és szép ez igen, a sztori. Igen, tehát hogy ez ettől milyen emberi, nem? Még ő is. Igen, ő is ágyalog. Végd meg a tanár úr. Igen, én téged láttalak, Bali, hogy gondolom anyukát keneget naptejjel a bükkfürdői szállod a strandjá, hogy le ne égjél. Nem az anyám volt, hanem egy társág, akivel voltunk ott, a másik gyereknek az anyuká. Voltunk Bükkfürdőn tavaly, és több gyerekes családdal voltunk, és ott az egyik 6 éves gyereknek az anyukája, aki nem idő. Kedve téged. Kedve engem. De miért? Hát hogy miért? Jó, Istenem, egy picit légit váltom, burikom. Jaj, Baráska. Mi volt? Megkértem, hogy kenjen be, mert én mindig úgy kenem be magam, hogy nyaptejet teszek a kezembe, hát nyúlok, és ilyen tenyérlenyomatra barulok mindig. Jó, mondjuk egy 6 éves gyerek anyukája. Nem, azért, az olyan... Érted? De most miért? Azt mondták, hogy az anyukája, gondolom az anyukája. Tehát, hogy nem lehetett olyan nagyon fiatal. Hát egy 6 éves gyerek. A Viki is egy 6 éves gyerek anyukája, és mondjuk 38 éves. Tehát, hogy azért... Jó, de ő nem kereget hát, de nem gondolná senki, hogy igen, hogy ő az anyukád, mert itt most azt írja... Hát... Olyan anyukás a hölgy, de hogy... Jó, hát mit kellett volna csinálni? Kijönteni a kőre a naptejt és belehemperegni? Hát nem volt ott senki más. Nekem nem kellhetik be váltamat? Halló, jó reggelt! Itt van még egy hallgatónk. Halló! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Kit láttál? Zsolt vagyok, bocsánat. Zsolt, bocsánat, én sem mondtam. Hello, Zsolt. Na? Kérlek szépen, én Németország utaztam ki éppen, és hát feljegyen beálltam végezni a dolgomat egy pisztolyhoz is. Egyszer csak beparkolt mellém egy bajuszkos úriember. A piszuár mellé? Tehát a másik piszuárhoz. A mellettem lévő piszuárba, így van. És hát Áder János volt személyesen. Hát azért azt ritkán mondhatják magáról az ember, hogy... Hogy társasági elnöki úrral. Ez még a kinevezés előtt történt. Ja, hát az nem hát akkor, igen, akkor még akkor is kint volt az EU-ban. Akkor is miniszteri pozíció volt, és hát furcsáltan is oldal is köszönt, hogy jó napot kívánok, miniszter úr, és halka borgott egyet csekkoltad? A bajszal. Csekkoltad? És átcsekkol ilyenkor az ember? Tisztelettem! Hát, miniszter úr! János bácsi! És? Jobban csodálkozott. Csak mondom, hogy duplán bajuszott. Jobban csodálkozott. Mondja, hallod. Csak mondom, hogy duplán bajuszott. Lett is. Persze. És ő jobban rácsodálkozott? Azt mondod? Tehát átnézett, és azt mondta, hogy megveregette a vállamat. És azt mondta, hogy gratulálok. Én kérek elnézést. Ha mindenit. De úgyhogy elég érdekes szituáció volt. Igen, hát ezen az ember meg tud lepődni. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, igen.
Igen. Ja. A múltkor a piszárban én csodáltam valaki mellé, annyira meglepődött, hogy rám fordult. Az új cipőm, na! Hola! Köszi, hogy elmondtad, csáom! Nagyon szívesen, sziasztok! Hello. Ezért ott nyelsz egyet, nem, hogy oldalt nézel. Én benne van egy ilyen pisírítség, tehát valaki mellém beáll, én lefagyok, kész. Én nem semmit nem tudok, tehát én ott még szőszmötölök, alibizek, és. Mintha már végeztél volna. Megrázom magam, blablabla, csinálok egy angolt, hogy eljövök, nem tudok. Tehát az nekem egy száz, csak egyedül. Szia, Balázs, egy közös fotó. Egy selfie, Balázs, hülye vagy? Ja, Istenem. Elnézést, megcsinálnád. De. Igen. Galusz Nikit láttam egyszer egy jogaklubban, a Csabban lábad maradt. Hát ez nagyon jó. Én tudtam, hogy a hallgatókra lehet számítani. Hát ez zseniális. Galusz Nik egy jogaklubban, a Csabban lábad maradt. Csak fogad most, nem gyorsan. Igen. Niki nem zavarnak. Az előbb neki tántorodtam a lambejrányának, és leszakította, úgyhogy le kell borotválnia. Igen. Andy Vajna az Egerben bowlingozott, egy társága voltak, a golyóba nem tudta beletenni. Nem, hát. És két kézzel gurította el a golyót. Igen. De előtte bemagnéziázta, hogy nehogy kicsüsszett. Ilyen kis hurka ujjai vannak. Egyébként ilyet nem talál ki az ember, tehát ezeket abszolút elhiszem egyébként. És megkérte Timit, hogy gurítsa el helyet. Ja, Istenem, hát nagyon jó. Fú, de jó. Igen. Balázs, én láttalak téged, de úgy látszik, engem is sok helyen látok. Egy strandpapucsban és rövidgatyában próbálod egy létráról egy locsolócsővel leszedni a tetőtökről Benny helikopteres játékát, amit fellőttél előtte. Ez egyébként így, ahogy van, megtörtént. Tényleg álltam. Mi volt a locsolócsővel? Volt egy ilyen szett, amit így meghúztál, és akkor így fölpörgött egy ilyen valami. Mi volt rajta? Strandpapucs és? Strandpapucs, rövidgatya. Hát egy ilyen flip-flop papucs és egy rövidgatya, hogy mászom föl egy ilyen létrán. A tetőre kell állandóan fölmenni. Ezt adom. Pákóval találkoztam egy benzinkút toalettjén, akkor léptem be, mikor pont durrantott pisilés közben, nevetett, aztán vidáman távozott. Nála mindegy. Mónikát láttam hétvégén a Kampón a moziban, popcorn majszolt vadul, pedig elég faros a mennyasz. Faros a mennyasz, igen. Az, hogy a hallgatóink legalább olyan rohadékok, mint mi vagyunk. Persze. Nyilván, és egy csővázas hátizsákba pakolta a nachoszt, pedig csak másfél órás volt a film. Berény Miklossal egy átmulatott éjszak után hajnalban találkoztunk Szombathelyen egy piaci lángososnál. Eléggé ki volt a tag, írja valaki. Apa pincér korában látta medveckilonát mesztelen az öltözőben. Az jó. Igen. Hát, mondjuk a 30 év, akkor... Lakatos Márka voltam egy buliban, kicsit nagyon elkészült, bezárkozott a szórakozó egy WC-be, és nem akart kijönni, annyira szégyelte magát. Zárórakról biztos egyek már könyörögtek neki, hogy legyen szíves, jöjjön ki. Kicsoda? A WC-ből. Lakatos Márk. Lakatos Márk, igen. A férfi WC-be. Igen. Fási Ádám egyszer olyan... Miért? Ő nem mehet rossz helyre? Ja nem, csak kérdeztem, nem értettem. Ha hiszem, én is elnézem a budit. Fási Ádám olyan részeget... Ja. Fási Ádám egyszer már nagyon jó kedven érkezett meg egy vizslási falunapra, kiesett az autóból. El kellett vinni, megetetni, hogy szalonképes legyen. Ez nagyon tetszik. Igen. Kinyitott az ajtót, és azt mondja, vizsles megjött át. Intett egyet, szevasztok. Vizsles legyen. Segítsenek, kiesett az autó. Ja, folyik a könnyem. Hát, én nagyon tudtam. Az ipad a fasizsé. Nagyon tudtam, hogy a hallgatókra lehet számítani. Nagyon jó. Igen. Na jó van. Hát köszönjük szépen. Köszönjük az SMS-eket. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hallottatok a pizzafutáról, aki egy társasházba vitt pizzát, és a vásárló 10 000-essel szerette volna kifizetni a rendelést? Hát ez elképesztő. Egy gyors nyerítés. Erzsébet pizzát. Sűrű ez a történet ma reggel, mint egy tápióka puding. Szóval, hogy egy 10 000-esre fizettek a pizzafutárnak, ő ezen kiborult, mert hogy elvileg jelezni kell a rendeléskor, hogy te 10 000-esre fizet, vagy hát nagy címlettel, és a pizzafutár nem tudott visszaadni, annyira dühös lett, hogy hozzávágta a pizzát a földhöz. Várjál, itt még nincs egy a történetnek, ez nem csillapította az indulatait, üvöltözni, szitkozódni kezdett, majd olyan erővel rúgott többször az ajtóba, hogy annak az alsó fele kiszakadt. És még így sincs vége. A lyuk olyan nagyra sikerült, hogy a tomboló futár visszavászott a lakásba, és ott folytatta tovább a tombolást. Azért egy pillanatra képzeljük el ezt a helyzetet.
Agyon rúgja az ajtódat, csinál egy lyukat, bemászik, és őrjön még egy kicsit az előszobában. És 10 000-esen húzta föl magát. Hát valószínűleg rossz napja volt egyébként, igen. De szólt neki, nem? Nem szólt neki a rendelő? Vagy a rendeléskor, amikor leadta? Azért hanem... borult ki, mert hogy szólni kell. Nem tudom, hogy ő szólt. Azt hiszem, hogy talán szólt is. Nem szólt neki a rendelő, hogy ne igyon rá gyógyszerét. Ez mennyire durva? Ezért szoktam mindig kiszámolni. Már nem azért, mert... Jó, nem, te azért szoktad kiszámolni, hogy neki ilyen borravalót adni. Nem, adok, csak az is beleszámol, és mindig forintra, tehát úgy van kiszámolva, hogy én soha nem hozom olyan helyzetbe a pizzafutár. Nem azért, mint hogyha ilyen híre lenne nálunk, mert nálunk nagyon jó arcok a pizzafutárok, és nagyon elégedettek vagyunk, de én mindig kiszámolom. Soha nem hozom ilyen helyzetbe. Egyszer volt ilyen, és utána ment egy ilyen kört, és így másfél-két óra múlva jött vissza, amire szerencsétlen fel tudta váltani. De most képzeld, hogy otthon vagy egyedül. Arról nem szól a hír, hogy ki volt otthon egyedül, de mondjuk otthon vagy egyedül nőként. És azt látod, hogy őrjöng, összetöri a pizzát, jó, félrehajtod a kukucskálót, ráfordítod az árat felül, és úgy megpróbálsz bemenni a szobába, és elfelejteni. Majd azt hallott, hogy ez az állat rúgdossa az ajtódat. Ugye? Tehát több százezer kár keletkezett, hát tényleg menjen a fenébe. Majd berúgja az ajtódat, megjelenik egy láb az ajtódban, még mindig tovább rúgja, majd megjelenik egy fej az ajtódban, és azt látod, hogy egy pizzafutár mászik be a lakásodba. Megöllek a 10 000-esettel! Gondold el ezt az élethelyzetet. Megjelenik két kis kezecske, egy fej, és jön be a pizzafutár az ajtódon négy kézláb bemászva, és közben őrjön. Nem tudom, ki volt otthon, azt tudjuk, Laci, hogy férfi, nő, egyedülálló, semmit nem tudunk. De mit csinálsz, ha jön be egy pizzafutár az ajtódon? Ha olyan az ajtó. Hát, ha így jön, akkor sem. Akkor ütöm a fejét valamivel, hogy menjen vissza. Hát az biztos. Hát fogsz egy serpenyőt és agyonvered, nem? Hát figyelj, ez magán rongálás nem és tudom. Magán lakszesztés is egyszerre egyébként, amit csinált, ugye a fiatalember, meg hát maga a rémület az, hogy egy üvöltő ember, ha motoros pizzafutár, hát akkor ilyen bukóval a fején ott fejelte az ajtót. Megjelenik egy bukós is csak az ajtóban. Igen. Melyik általában ugye nem veszi le, hanem föl szokta tolni ezt a plexit az elején, vagy legalábbis nálunk így hozza, üti a fejével az ajtót. Ezért jó a kutya a háznál. Mit csinál? Mert az jelez. Most gondolod, hogy két otthon vagy éppen a 60 pusztai birtokon, hallott, hogy kint ugat nárcisz a kertben. Na jó van. Ez de jó, hogy ezt behoztad. Több százezer forintos kárt okozott a társaságnak. Hát gondolom, kifizetik a pizzások. Jó, mondjuk az is milyen ajtó, amit be tud rúgni a pizzafutár. Nem, én tisztel olyan, mint a ragyogás. Nő volt otthon kisbabával, ír egy hallgató, nem tudom, hogy ő honnan lesz, ír meg nekünk, hogy honnan szeret. Most képzeld el ezt az élethelyzetet. Ott vagy egy gyerekeddel, és közben van egy üvöltő állat. És egy üvöltő rúgja szét az ajtódat. Tehát egy igazi állat. Mondjad, mi van a ragyogással? Hogy Jack Nicholson? Egy az egyben, amikor megjött ugye Jack Nicholson, és éppen ahogy hívják, akkor törtem egy baltával az ajtót. De még milyen ajtó az, amit szétrúgsz egy lábbal? Vagy két lábbal, vagy bukós is. Gyenge. Tessék? Nem azt mondom, hogy az ajtó hibája, csak ezen elgondolkozik az ember, hogy ez milyen ajtó. Hát az szegények, hát akkor tegyenek föl egy jobb ajtót, mert hogy ennyire hülye a pizzafutár. Nem lehet, hogy csak azért tolta ennyire nagy elánnal ezt a dolgot, mert nem akart, hogy kihűljön. Ennyire a hivatás tudat. Igen. Még az aprót keresik, kihűl. Én remélem, hogy súlyosan megbüntetik. Hát ilyet nem lehet csinálni. Egyébként. Neki más volt a problémája szerintem. Tehát ott, hogy volt valami terheltség, erős terheltség, ami miatt ő már ideges lehetett. Lehet, hogy nem ez volt az első. Az első 10 000-es? Hát nem tudom, de akkor se teheted meg, tehát akármennyien is nem, hát, szivattak előtte, érted, akkor, amikor odaérsz valakihez, az összeset rá. Márti, mindjárt megpróbálunk egy szemtanút visszaívni, aki ott volt egyébként az esetnél, ő azt mondja, hogy a folyosó ajtót rúgta szét, de nem a lakásét. Nem a lakásét. Tehát, hogy én nem, itt ha jobb lenne egyébként, mit ez igaztalan, egyébként egy őrült azt hallott, hogy éppen rúgja szét a folyosó ajtaját. De valószínűleg rossz napja volt, nem? Tehát nem borulsz ki azért egy 10 000-estől ennyire. Hát, ha ennyire idegbeteg vagy. Vagy sokadik 10 000-es kapod. Igen. Na mindjárt megpróbálunk fölhívni valakit, hát ha elmondja. Elmondja nekünk. Beszél? Mit adhat a maga a pizzás cég ilyenkor? Megcsináltak hát ki az ajtót? Hát megcsináltak ki az ajtót. Igen. Igen, és két darab sió ivólevet. Nálam mindig ezt szokták. Egy jól bevált somlóit. Akkor felajánlunk egy somlóit. De ha szétrúgták az ajtót, hogy mikor? Hát, hogyha a szolgáltatás minősége nem olyan. Akkor utólag megkapod, mert ugye ezt nem hozza ki magával. Tehát megérkezik a futár, azt mondja, hogy oké, késtem, majd legközelebb hozok egy somlóit? Igen. Vagy mindig igen. Van a táskában egy ilyen körözött rendelésnél, amikor véletlen benne maradt valakinek a kanala, mert egy ilyen félig elfogyasztott fagyit hoztak ki, még a pizza mellé, akkor két dobozra kaptam, egy két doboz fagyit.
Nagyon fura érzés volt egyébként. Egy félig elfogyasztott fagyit ettél meg. És még elkezdtük így enni tévézés közben, és így kilógott belőle valami, és mondom, nézem, mennyire jól néz. Török magyaron? Nem, egy kis kanál. Benne volt egy kis kanál, igen, kiderült, hogy a főnök elkezdte enni, és visszatette a hűtőbe. És azt kapcsolt meg. És azt küldték ki nekem. Istenet, mennyire te vagy. A következő körben, nem, mert pont hiányzott a készletből egy kis kanál, úgyhogy pont ja, nem adtad vissza a kis kanálat. De hogy adta vissza. Két doboz fagyit kaptam ajándékba. Én nekem kevés lett volna. Mi? Azért, hogy egy félig megevett. Nyálas, orváladékos, fülzsíros. Nem. Nem mondhatod, hát mi van, ha úgy eszi a fagyit, hogy egyet a számba, basszus, egyet a fülembe. Ezért volt zöld, nem azért, mert pisztáció. Kiszúrták a szemedet két doboz fagyival. Tényleg. Az éttermet elpereltem volna tőlük. Figyelj, két doboz fagyit kaptam. Betelefonáltunk, mondtuk, hogy köszönjük szépen, nagyon finom egyébként a fagyi. Látjuk, hogy másnak is ízled, mert fél doboz volt csak, amit kiküldtek, és hogy a kanára nem tartunk igényt, mert nem passzol a készletbe. Na, Márti nem akar beszélni, azt mondja, hogy a folyosó ajtaját rúgta szét, alul fa volt, fölül üveg, és a fát tudta szétrúgni a pizza futár. Tehát ez így történt. Na, nyomozunk egy kicsit, hogy... Igen, szóval, hogy milyen idegesítő vevőkkel találkozik már, találkoztak már azon hallgatóink, akik ugye a szolgáltató iparban dolgoznak és kiszolgálnak. Tehát ki volt az, akit szívesztek szerint is már majdnem eljutottatok oda, hogy fizikai bántalmazást alkalmazatok és helyretítitek. Nyilván ez a dolog nem történt meg, tehát nem erre vagyunk kíváncsiak, de amikor tényleg elborult az agyatok, és azt a pillanatot éreztétek, hogy na jó, most nem tovább, tehát most verekedni fogok. Vagy ha van olyan emberünk, aki hallgatónk, aki vásárolt és kiborult, akkor azt is írjátok meg nekünk, vagy eladó, akit ti kiborítottatok, mert három dolgot kérdeztetek, és az eladó levetette magát a földre, toporzékolni kezet, és gurult a földön a borotva osztályon. Jó? Tehát ezt is küldjetek el nekünk. A nagy pillanatokat keresjük, amikor titeket kiborított valaki, vagy ti kiborítottatok valakit, ezt írjátok meg nekünk. Fölfüggesztették emberünket? Nem tudjuk, mi? Hát gondolom. Csak hogy állítólag a vásárló ugye 10 000-essel szeretett volna fizetni, ahogy illik egyébként ő elvileg jelezte is a rendelés leadásakor, hogy csak nagy címlettel tud fizetni, a pizzafutár viszont mégsem tudott visszaadni. Kiborult, földhöz vágta a pizzát, nem csillapította ez az indulatait, üvöltözni, szitkozódni kezdett, majd belerúgott az ajtóba, ami átszakadt, el sem volt neki elég, négy kézláb átmászott a lyukon. És, igen, mert ott már el akarod mondani, amit gondolsz, tudod, ha már lyuk van, akkor mész. Na, és ugye beszélgetünk arról, hogy ki milyen idegesítő vevővel találkozott már, vagy mi volt az a pillanat az életetekben, amikor bementetek valahova, és akár az eladó húzott fel benneteket. Nagyon sok SMS jön, de előtte kaptunk egy SMS-t, hogy a pizza futár, akiről szó volt az előző fél órában, hallgat bennünket, és itt van. Állítólag velünk. Na. Ez az ügy, akivel ez tegnap történt, mi megtaláltuk. Halló, jó reggel, ciao. Na, megpróbálod még egyszer? Hát ha. Annával hosszasan beszélgetett, hogy ő volt, elmondta, hogy akkor nem csodom, hogy hogy történt. Hát vagy azért tette le, mert már ben van az épületben, mert engedett az ajtó. És most mi kapunk? Igen, én már látom, hogy bukós is, akkor is bejönni az ajtón. Gyorsan. Rólam beszélsz. Igen, reteszeljük el magunkat. Úgyhogy, hát érdekes, megpróbáljuk újra visszaívni. Igen, tök jól lenne, hogyha megoldanak az ő verzióját is. De miért? Nem veszi fel. Nem már. Ah, vedd már föl, hát most... Nyilván van saját verziója is, ráadásul... Nem bántattuk volna, tehát nem egyáltalán akartuk nem. Mi most egy számon kérni, csak meghallgattuk volna. Hát meg azért nem ez lenne az első eset, hogy kiderülne, hogy azért nem olyan a fekvése a sztorinak eredetiben, mint ahogy ezt leírták, vagy igen. Ahogy mi olvastuk. Na gyorsan, egy-két SMS addig. Én tudok egy olyan esetről, amikor az illető bement a kocsmába, és végigkérdezte az összes italt, hogy mi mennyibe kerül, de ott volt közvetlen mellette az árista. Gondolhatjátok, hogy azonnal kiakadt a kiszolgáló, és örjönve rakta ki a kocsmából az illetőt. Szép napot nektek. Kajafutár voltam, volt egy 80 év körüli néni, aki állandóan sztorizolt, volt, hogy 40 percig feltartott. Egyszer elmesélte, hogy ő még mindig elkapja olykor az öreget. Hiába mondtam neki, hogy sietek, beállt ugye a kocsi mellé, hogy nem tudtam becsukni az ajtót. Minden héten egy nap elment erre. Jézus, és hallgatott. Nagyon hallgatott. Jó. És képzeld, hogy kopog az ablakon. Igen. Fiatal ember. Mindig bezárkózik a vécébe, de van egy pótkulcs. Engem nem tud lerázni. Elektronika boltban dolgozom, ahol porzsákot is árulok porszívóba. A mama úgy vásárolt nálam porzsákot, hogy elhozta a porszívóját a boltba, és kristálycukrot öntött a pultra. Mondván, meg kell nézni, hogy szíve. Már. Fölszívta, és ha jól szívott, akkor megvette a porszívót. Ez az igazi tudatos vásárló. A mama zseni.
zseniális. A mama zseniális. Azt hittem rosszul látok, írja egy hallgató. Közben én még kutató voltam, néni beengedett, készségesen válaszol, majd a felénél felugrott, rám zárta a lakás ajtaját, hogy addig ki nem megyek, amíg szét nem tépem a füzetet. Egy idő után már azon gondolkodtam, hogy neki megyek. Meggondolta, mégse akarja leadni a véleményét. Jó. Csiszka ide nekünk, amikor spanyol vendég a szálloda hajában a dohányzóasztalon cserélte ki a kakis pelenkát, mikor lett volna rá más hely, azt ám még le is hülyézett, majdnem átugrottam a recepciós pultot. Fú, azért a recepciósoknak, ügyfélszolgálatosoknak mit kell elviselni, nem? Amikor tényleg betelefonál, az egy másik téma lenne, amikor betelefonál a hülye vevő, és te neked telefonod ügyfélszolgálatosként kell finoman helyre tenni, hát az ügyfélszolgálatos az önuralom mesterei. Igen. Nekem 6 hónapos teljesen egy méteráru boltban odaszólt az eladó, hogy kiszolgálom a hölgyet, nehogy megszűjjön itt. Az mennyire tarpaj, mennyire tarpaj. Luizi küldte nekünk. Mi szolgálom már, hogy megszűjjön. Minden nap van ilyen gyökérutasom, aki 5000 forintosal akarja megvenni a rohadt 450 forintos buszjegyet. Szétcsaptám az ilyet, írja Szatyi. Ezzel nem értek egyet, meg kell, hogy védjem az utas. Ha neki 5000-ese van, akkor, akkor meg kell oldani. Ez ugyanolyan pénz. Lehetőleg törekedjen arra nyilván, hogy nem minden nap süsse ezt el, mert nem jó poén, hogy egyik nap 5000-es, másik nap 20000-essel veszel 450 forintos jegyet. De ettől az utas nem kell megverni. Hát neki most nem volt, nyilván neki se jó, hogy így, majd megkap meg egy csomót apróban. Meg kéne visszajárónak lenni, ugye? Igen. Na mi van a futárunkkal, Anna? Nem veszi föl. Tamásként mutatkozott be, nem érem őt utolsó. Mit mondott neked? Azt mondta, hiteles hogy... volt egyébként? Nem tudom, azért van egy kis ellentmondás az egyik lakóval, akivel beszéltem, ő nem akar adásba kerülni, nem ő volt otthon, mindegy, hanem a férje, de ő azt mondja, hogy a pizzát elvitte, a futár meg azt mondja, hogy a pizzát ott hagyta. Nem tudom, most, hogy tényleg ő volt-e vagy sem, ő azt mondja, hogy ott akarta hagyni az igazolványait, hogy elviszi a 10000-est fölváltatni, és ebbe nem ment bele a csaj, de mondta, hogy ott hagyja az igazolványait, az anyuka nem ment bele. Hogy ő lemegy és fölváltatja szívesen, és akkor ő azt mondta, hogy nem, akkor vigye vissza a pizzát, és akkor rúgta szét az ajtót. Na, de ez nem ok arra, hogy szétrúgja egy ajtót, hát bemenjen egy kézzel, elborult. Mi lett volna a 20000-est ad érte? Nem tudom, elborult az agyam, most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, ezt mondta. Jó, mi nem akartunk egyébként itt elkezdeni, meghallgattuk volna. Hát, tehát, hogy olyan vagy, mindenkinek egy pillanatra elszakad a célna, ha egy anyuka van otthon egy gyerekkel, és te ütöd, vágod az ajtót, azért az nem szép dolog. Nincs fellebbezés erre, hogy szétrúgtad az ajtót. Hát nyilván csak jó, ha tudod, hogy mi az ok, hogy ha legközelebb te rendelsz pizzát, akkor ne tedd meg ugyanezt. Igen, hát folyosói ajtó volt, mondta. Valóban le tudta írni az ajtót, hogy hogy nézett ki. Igen, csak ez a szét volt, az ajtót, ez jó, is hát olyan, nem akar beszélni, nem baj. Hogy lehet, hogy belerúgott egyet, és az ajtó meg olyan állapotban volt, vagy annyira gyenge volt, hogy beszakadt, tehát ez a szétrúgta az ajtót. Ezerféleképpen le lehet írni valamit. Jó, de a bemászás. Nem, itt a jelenet a durva, hogy otthon vagy tényleg, és valaki rúgja az ajtót, az majd tényleg megjelenik egy bukósisak a lyukba. Igen. Körben nézik, köszönjük, mindig ilyen nyomott hangul a bukósisakba. És így nyom, ezt hallod egy bukósisakos, négy kéz lábunk közlekedő pizzafutára. Ez egy folyosói ajtó volt, nem az ő ajtó. Igen, ebbe az olvastuk egy folyosói ajtó. Ezt is ezt hallod, igen. Szóval azért szegény nő, aki otthon volt, szegény nő. Nekem 6 hónapos, igen, ezt olvastam. Azt mondja, hogy azt mondtam az eladó nőnek, hogy kártyával szeretnék fizetni, erre ő azt mondta, szeressél, és jó ízűen röhögött. Azt hittem, szájba vágom. Tavaly konyhát ültöttünk, az asztalos egyszer csak váratlanul elkezdte kalapáccsal püfölni a mosogatót. Szana szétverte. Rákérdeztem, mi a baj? A válasz, én, mert folyton itthon vagyok. Az milyen, a túlajnak megmosodban. Ez milyen, amikor szereli a konyhaszekrényt, majd ráfordul a mosogatóra, és egy kalapáccsal szétvegy. Mindig így sertepertél körülöttem valaki. Atya, úr. Hát szeretem a mester a magányt. Igen. Szeret egyedül dolgozni. Jó, legyünk őszinték, azért ez a pillanat mindenkinek eljön, amikor egyszer csak ledobja az agya az égszíjat, nem? Szóval, hogy nem szerencsés, ha pont egy olyan helyet teszed meg, ahol neked kiszolgálnod kellene, vagy vinned valamit, vagy van egy másik ember, akivel ezt megcsinálod, és nem a kocsitba egyedül örjönsz, de azért ilyen mindenkivel megesik. Nem? Igen, csak a véglet nem mindegy, hogy meddig jutsz el. Tehát ez a bemegyek, berúgom az ajtót, bemászom rajta, ez nyilván sok. És azt lehet mondani, hogy bocsánat, rossz napom van, elnézést kérek. Tehát azt azért meg lehet tenni mindenkinek, nem? Egy vevővel. Hát egyértelműen.
Igen. Papírboltban dolgoztam, volt egy állandó vevőnk, egy kicsit bolond néni, mindig a receptjeit hozta fénymásolni. Egyszer miközben már a sokadik papírnál tartottam, pánikba esett, hogy nincs meg az egyik receptje, hova lett. Mondtam, hogy a gépben nincs, azt már visszaadtam, veszekezni kezdett velem, hogy nála sincs. A vége az lett, hogy már elkezdtem a 200 literes kukát áttúrni, mert biztos én dobtam ki. Megtalálta a kis ütyvében. Utána azért az kemény. Jaj. Az kemény, amikor ilyen nénik érkeznek, és az a nem nagyon tudsz mit csinálni. Igen. Na jó van, köszönjük szépen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes kis történettel készültünk erre az órára, ugyanis találtunk egy nénit, aki 13 éven keresztül spórolt élete autójára. És hát ha kimondjuk azt a szót, hogy spórolás, akkor egyfajta kollektív tudat állapot bontakozott ki előttünk, mert hogy szerintem nincs olyan ember, aki valaha ne spórolt volna valamire az életében. Vagy akkor, amikor gyerek volt, vagy akkor, amikor felnőtt. Hát szüleink, de szinte az egész életüket így élték le, nem? Hogy spóroltak, beosztottak, plusz munkát vállaltak és tervezgették már januárban, hogyha minden nap persejbe dobnak 100 forintot, akkor majd el tudnak menni valahol nyaralni. Akkor vagy ha 10 év múlva be tudják fizetni az első részletet az ezerőcsire. Na, a néni nagyon helyes, 13 évig spórolt egy Subaru-ra. Na most azért, aki ismeri, az egy Subaru-ra. Igen, 46 000 euróért megvásárolta a 300 lóerős Subaru VRX-et. Üsbelt Subaru VRX, nem akármi. Ez egy komoly rally autót csinálnak belőle. Az egy azt hiszem az a négykerekes, nagyon kemény. Mikor és hol kaptad? Hány éves a mama? Igen, de és lehet eltartásit kötni a mamával. Mi a nyugdíj, ugye? 81 éves, lengyel nénikéről van szó. Baromi helyes a történet. Ő imádja a gyors kocsikat. Régebben volt Opel, BMW, Mazda, Honda tulajdonosa is volt, de neki egy Subaru Impreza volt egyébként a nagy álma, és azt mondta, hogy rendben van, 13 évig ő gyűjt. Félretette a pénzt, és végül is meg tudta venni a 300 lóerős Subaru Imprezát. Ő Katowice-ben él, naponta ül a volán mögé, és imád furikázni a kis sporolt járgányával. 81 éves, hát nagyon szeretem. 81 éves, máshová is el szokott utazni. Évente nagyon durva 10 000 kilométert vezet. Hát azért a számolt ki, hogy azért a néni nem megy hatalmas nagy távokra az évi 10 000 kilométerre. Elmész a piacra, a Subaru-val beparkoztod egy ilyen kinincses oldalsó beparkolással. Na de nem így kell élni 81 évesen, hogy legyenek álmaid, nem? Amik meghosszabbítják az életedet, életben tartanak. És hát ez spórol 13 évesen, tehát 13 évig, tehát azt jelenti, hogy ő kb. Ilyen 68-69 évesen mondta, igen, hogy nekem egyszer lesz egy Subaru-m. Hát, és lett. Akkor se volt már tinikorú. De gondold el, amikor ezt így bebonta, igen, karácsonykor az ünnepi asztalnál. Tehát, hogy mi volt ebben az esetben a katalizátor? Tehát, hogy ragadhatott be neki ez a dolog? Mert én egy picit csalódtam, amikor kimondtad, hogy Katowice, meg is csak utána néztem, hogy 300 ezeres városról van ugye szó. Tehát, hogy mert egyébként én úgy képzelném el, hogy ül kint mondjuk egy kis falucskában, kint kapu előtt a pad mellett jobbra, vagy a kapu melletti lévő padon jobbra vagy a balra, és szerintem egy rally versenyt rendeznek ott évente egyszer. És akkor így és azt mondta a néni, hogy ő is szeretne egy ilyet szeretnék. Nem, szerintem tudod, hogy karácsonykor ő ült az asztalán, és 68 éves volt, és 60 éves volt, és 60 éves, minden karácsonykor megkérdezték 68 éves körék, hogy mama mit szeretne? És mondta, egy Subaru Impre. Mama, jó, most akkor egy új sálat? Mit mondott mama? Szobanövény? Subaru. Szeretnék egy Subaru Imprezát, és így a gyerekei, az unokai legyintettek, hogy majd mama, oké, persze, szeretnél Subaru Imprezetje. Mama várt 8 évet, 60 éves korát a 68 éves koráig, majd 68 éves azt mondta, hogy rendben van, oké, nem vettetek eddig és nem tovább, elkezdek spórolni. És a kicsi apró kis nyugdíjából, plusz munkákból, ő minden hónapban egy picit félretett. Mire gyűjt mama? Tereza, add be a mamának a gyógyszerét, igen, megint félrebeszél. El a kezekkel a persejtől, a Subaru-ra gyűjtök. És gondold el a családot, hát gondold el, hogy ők valószínűleg erre legyintettek, mert hogy nem vették meg neki, nem segítették. A mama azt mondta, hogy ő ezt egyedül spórolta össze. Az még milyen... egy zlotyit kiveszem a persejből, eltöröm a kezedet. Nagyikám, mire gyűjtesz Subaru-ra? Ugye, abszolút nem életszerű a dolog. Azt mondja, hogy egyébként az autó fenntartása nem olcsó, de a megtakarításaiból futja erre, illetve ez az egyetlen szórakozása, amiről nem hajlandó lemondani. Azért az megvan, hogy felköti a kis hajráfját, felveszi a kis cipőjét, és az a szomszéd. Képzeld, amikor meghalasz egy ilyen autót, és azt hiszed, hogy valami kopasz, hogy kigyújt, tudod, kikönyököl belőle, és egy mama ülben 81
nyom egy üveget, föltolja. Nyom egy kövéret a pirosnál, vagy a zöldnél, és annyira durván otthalt egy ilyen Subaru, ráadásul ez egy könnyű testű autó, viszonylag könnyű az autó, tehát ezek iszonyatosan mennek. Iszonyatosan. Van róla a fotónk is egyébként a néniről, ahogy áll az autó mellett, és hát ugye ez a klasszik szőrös sapka van rajta. Sajnos a mamusz lemarad, de szerintem az van a lábán. Na, számoljunk egy kicsit. Azt mondja, hogy 13 évig spórolt rá. Hogy jön ez ki tulajdonképpen? Hány? Tehát akkor ugye hány ezer? 46 ezer euró. 13 év, Feri, te vagy majdnem ott. Majdnem 4 ezer euró egy évben. 4 ezer euró egy évben. Igen. Az azt jelenti? 3900, tehát 4 ezer euró. Tehát 1 millió. 4x3, most mennyi 300 az euró? 1 millió 2 tett félre évente? Igen, évente 1 millió 2 teszel. Mamának milyen nyugdíja van? Igen, nem lehet fel egy eltartásit kötni? Vagy hol dolgozik? Hol dolgozik a mama, vagy mit csinál? Illetve te... anyám, neked is van egy szuba? Igen. Tehát évi 1 millió tett félre. Ugye körülbelül? 1 millió 2-t az azt jelenti, hogy havi 100 ezer forintot ő el tudott tenni. Nem rossz. Havi 100 ezeret. Hát azért rossz. Valószínű, hogy lehet, hogy egy bizonyos összeggel kezdte. De hogy volt, tehát volt neki egy megtakarítása valamennyi, mint a 10 ezer euró, és aztán elkezdett gyűjteni. Igen, amit még egy Polszki Fiatra tett fél. Igen. Beszüntették, hogy elhagyom, veszek egy Subarut. 155 centis Polszki Fiatra gyűjtett, de aztán egy Subarut. Mert nagyot álmodni. Hát azért 100 ezeret félre tudsz tenni, az jó a nyugdíj. Nem, rossz, nem rossz. Hát az jó nyugdíjnak számít, azért minden hónapban félreteszel 100 ezeret. Hát, mivel ott rakod? És megmondta, amikor 68-ot akarsz, hogy... Kiszámolt, hogy 81 évesen lesz meg? Tehát ugye hát kiszámolod, havi 100 ezeret teszek félre, akkor meg lesz mondjuk 13 év múlva, tehát még várom kell 13 évet, hogy meglegyen a Subaru Imprézám. Lehet, hogy ezért is tett ekkora összeget félre, mert eredetileg csak felennyit, és akkor kiszámolt, hogy hát 95 leszek, amikor akkor lehet, hogy visszaveszek a jogsit. Igen, akkor picit többet kell belepakolni. Egy magyar nyugdíjasnak ez mennyi idő alatt sikerülne? Hát, tehát mondjuk 68 évesen kezd el gyűjteni, hogy 81 éves korára legyen, mi legyen. Hát ezt nem tudja megcsinálni. Nem fizeti a vízt, a gázt, a villanyt, az 1500-ös Lada, nem iszik, az van meg. Papa, itt van étel, szomja, nincs befizetve a gáz, szupar. Akkor 40 év alatt összén. Lehet, hogy nincs is unoka, vagy nincs is család? Vagy azt mondta nagy, hogy lemondott róluk az autó miatt. Vagytok, szeretlek benneteket, de nekem ez a Subaru mindenkinél fontosabb. Idén, fiam, igen, idén ne gyertek karácsonykor, hanem muszáj, jó, nem jön a Jézuska. A névnapot meg a szülőnapot is szerintem most hanyagoljuk, mert most Subaru-ra gyűjtök. Igen, azt jelenti, Magyarországon fordított a helyzet, hogy 81 évig spórolsz egy 13 éves autóra. Itt 81 éves a néni, aki 13 évet sportolt egyébként, igen. Egy 46 ezer eurós autóért. Na, spórolás. Hát szerintem erről mindenki ódákat tud zengeni, és mindenkinek van története, hogy a szülei, vagy éppen ő ki, mire spórolt, mennyi időn keresztül, miről mondott le, mitől fosztotta meg saját magát, mi volt a spórolási technikája, hova tette, mert ahányház annyi szokás van, aki ugye egy persejbe dob, az én anyám még sokáig csinálják, amikor leszoktak a cigarettáról, akkor azt csinálták, hogy a cigire elköltött pénzt, ugye nem cigit vettek, hanem bedobták egy persejbe. És ezt tették hosszú ideig. És az ideig tették, mert rájöttek egyébként, hogy ez havonta egy nagyon komoly összeg. És mi lett belőle? Cseresznyepálinka. Három liter abszint. A cigám úgyis árt, és félretették igen a pénzt, és elitt. Igen, és 1000 liter kannásból. Nem tudom, valami utazásra gyűjtöttek ők, és rájöttek, ez baromi jó, mert ugye, ha egyszer, mint 50 vagy 100 ezer forintot félreteszel, akkor ez egy nagyobb kiadás a családi kasszának. Ha 200-asokban teszed ezt, és akinek volt akkor fém 200-as, amikor még volt, akkor azt, ugye, meg most már újra van, akkor azt ők egyszerűen kivették a pénztárcájukból, és bedobták. És nem érzed meg igazából, hogy te elvettél ma 400 forintot magadtól, de nagyon gyorsan nagyon sok jön össze. Te nem gondolkoztál ezen, hogy a cigi árát berakt valahova? Hát nem, itt arra költjük el, most valami rát kellett váltani, vagy sonkára. Sonka füstölőt kellett belőle. Arra gyűjtök most egyébként, egy jó mire? Füstölőre, egy jó smokerre. Igen? Nagyon jó, kelleni fog. Az első gyűjtés az nálam a egyébként a gyerekek szobáját alakítod át? Már megbeszéltük az intézettel, beveszik mind a kettőt, kis megvettük. Van egy nagyon rossz hírünk, beépítjük az erkét ablaka, ott lesz a gyerekszoba, mert apának füstölő kellett a gyerekszobátokba, úgyhogy. Nagyon jó. Ha, mi volt az első gyűjtésem? Nekem az első gyűjtésem egy piros Csepel 10 sebességes, tehát első hátsó váltós versenybrinyó. Az volt a nagy álmom, és emlékszem, hogy 2 évig raktam el a pénzt, anyám pénztárcájából, ugyan, de nagyon rendesen gyűjtöttem, és meg nyári munkán kapott lóvét abba tettem bele. Szárcs húrát váltókkal.
írta, irgalmatlan nagy dolog, és hát nagyon nehéz volt a váza, de ez akkor nem tűnt fel. Tehát hajlított, van, hiszen biciklit akartál, nem vázát. Ki a fenének kellene egy nehéz váza? Igen, nem, gyerek? Főleg hát, kétsebességes. Most a bringára gyűjt, hagyjuk a nehéz vázákat. Nem sértem, hogy virágot lehet tenni, csak az anyád örül neki. Jaj, tudom, én nekem kis poszki volt az első, amire gyűjtöttem. Autóval kezdtél. Igen, nem, hát nem gyűjtöttem farmerra, előtte ellopták a bringámat, abból csináltattam jogsit, de amire egy hosszabban kell gyűjteni, én Z-pluszozni kezdtem, és akkor kinéztem egy nagyon durva 650 köpcentist ott a mellettünk lévő házban, egy védőnői volt, és ki volt ráírva, hogy eladó. Nem is tudom hány ezer forint volt, 60 ezer forintért adta. Hosszú-hosszú hónapokon keresztül stresszeltem azon, hogy megvan-e még az autó, el. Hogy ne adja el. És aztán, amikor ugye először beleülsz a 650 köpcentibe, és azonnal összetörsz egy másik autót. Csodálatos. Ezzel nyitottad? Az első kanyarba, hogy kifordultam, nekivágottam egy ilyen ibolya színű Dacia-nak, sosem felejtem el. De az első gyűjtés az nekem egy farmer nadrág volt, amire gyűjtöttem. Egy Kasucci farmer. Nem hallottál normál márkákról. Hát nem volt pénzed akkor. Mit tudom, akkor jöttek be ezek a Ripley gatyák, meg mint ha volt egy Devergo farmered, vagy akkor már nagyon menő voltál. Ripley, hát az ugye megfizethetetlen volt. És hát ennek volt egyfajta más megközelítése. A Kasucci, meg a Chambers gatyák, ugyanolyan kőmosott kőkoptatott, csak kicsit szegényesebb formában. És akkor 7 vagy 8 ezer forint volt egy farmer. Az ugye hát... Hát az meg, igen. De az össze kellett gyűjteni. Tehát az össze kellett gyűjteni. De ezek, valahogy ez nagy élmény egyébként. Az. Nem? Hát figyelj, én mindig gyűlöltem ezt a kuporgatós részét a dolognak. De valahogy ahogy nő az össze... Akkor igen, már jó igen. Ránézni, csak én például nagyon nehezen állom meg, hogy félúton ne ruházzak be valami másba. Igen. Érted? Tehát azt mondod, hogy 7000 a farmer, és megvan a 3005, és abból ne legyen valami. Mikor elkezdtem Z-pluszozni, állatáhoztam, hogy anyámiknak veszek egy Skodát. 120 el. Bementem a postára, és nyitottam egy postatakarékkönyvet. Emlékeztek? Igen. Sötét kék színű volt, olyan volt, mint egy csekkfüzet. És beraktam 1000 forintot. Sose többet. Mert arra gondoltam, hogy majd én ezresével, meg nem tudom, mindig bemegyek a kis postára. Az alapkőletétel megvan. Mennyi volt a 120 el akkor? 120 el, hát ilyen 80 ezerért már gyönyörűt vettél, hát akkor az egy nagy álom volt, hogy 120 ellel hasítsunk, ugye? És mondtam, hogy na jó, akkor én ezresével berakom, ez még talán az Z-plusz előtt volt, gimibe, és mondom, 1000 forinttal megindítjuk a gyűjtést. A mai napig emlékszem, hogy megvan ez a kis könyvecském, és bele van írva a kéz, hogy ez se több, se kevesebb. Nem győzi a polcon, ki van téve. Nem adtad oda nekik soha? Hogy de, karácsonyra így tenni. A 25. házasság évfordulójuk rátadtam. Még egy picit még hozzá kell rakni, de már nem sokára megvett. Jaj, kincsen, de aranyos, hogy milyen kedves fény, hogy 1000 forint. Igen, vagy 1000 forint. Megvan a postatakarékkönyv? Persze, kék színű csekkfüzet? Hajtottad, és ugye ott a befizetéseket ott tudtad jegyezni. Én nyereménybetétkönyvet vettem is például ajándékba. 5000 forintos. Jó, mondjuk, te mindegy, hogy mire spórolsz, te életedig spórolsz. Tehát, hogy te nem tudod, imádom, imádom. Hát én annak idénnek a dolognak leraktam az alapjait, ugye, hogy is hívták annak, én azt mondja, hogy milyen takarékbélyeg gyűjtéssel. Emlékeztek hát rá. Az, hogy mennyire hát semmire kellő bicikire, volt. Dehogy én is. Soha zseniál, nem lehetett belőle semmit. 20 forintokat lehetett, nem vettem belőle soha semmit, én sem, mert hát amire betelt, addigra már kijártam az általános iskolát. Tehát, hogy már annak, nem nagyon foglalkoztam. Nem, addigra kivonták a milliárd millpengőt, mire te összegyűjtöttél. Átálltak forintra. Na nem, akkor bevezették 40 évben az új forintot. 6 milliárd millpengőn volt már összegyűjtve egy fára. Így van, és a monarchia összeomlott. Nekem a legnagyobb spórolásom, azt minden napig emlékszem rá, egy éven keresztül a tejtermékgyártó fizetésemből spóroltam egy görögországi nyaralásra, és 100 márkát sikerült így összespórolnom, amit aztán két hetes nyaralásról volt szó, amit aztán az első héten, az első atteni kirándulásnál, egy valutaváltónál úgy elváltottunk, hogy 20 márka maradt belőle. Annyira tipikus te vagy. Annyira te vagy. 20 márka maradt apróban. Teljesen egy hosszú évekig éven keresztül spóroltam. Ez egy tipikus János történet egyébként. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Nem kell, hogy ez visszanyúljon a régi időkbe, természetesen lehet szó az első nagy spórolásatokról is, de ha éppen most spórol a család valamire, vagy ti, vagy a nagyitok egy Subaru-ra, vagy a nagypapátok egy drónra, amit szeretne repzetni, írjátok meg nekünk, jó, hogy mire spóroltatok régebben, vagy éppen most,
És aztán mi lett belőle, ugye, mert itt kérdés, hogy a spórolt pénznek a sorsa, hogy valóban az ember meg tudta elvenni azt, amit szeretett volna, vagy elkeveredett, ellopták, és valami egészen más lett utána végül belőle, nem az, aminek indult így a spórolás. Bármit írjatok, édesanyjátok, spórol egy sunaminátor 10 000-re. Igen, akkor szóljatok apukatoknak, hogy nagy a baj. Igen, 8:30 pontosan várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. Szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És a spórolásról beszélgettünk. Egy nagyon helyes történetet találtunk, 81 éves lengyel nénike egy Subaru Imprézára spórolt, 300 lóerős, 2016-os Subaru. Na, de egy új autót vett. Nem is azt mondta a néni, hogy vesz, mint hogy 3 éveset, nem, és hát már elbukta az autó 20%-át, és van benne 30 000 vagy 40 000 kilométer. Ő vett egy vadonatúj autót. Most nézem, hogy 2016-os Subaru Impreza. Ha persze. 46 000 euróért. A néni 81 évesen ennyi bevásárolt. Mondjuk nem tudom, hogy ezen az úton haladnénk tovább a nejemmel, hogyha jobbra néznék, és ott ülne egy Mihalina Borovcki Jedreze, 81 éves, kedves nyugdíjas, egy Subaru volánál. Gyorsulunk kicsit, kiszólna a mama. Ah, igen, nagyon-nagyon ilyes a történet, és ugye arról beszéltünk, hogy minden családban van egy nagy spórolós, vagy van úgy, hogy az egész család spórol, régebben meg aztán hát egy egész ország spórol, és az, hogy spórolnod kellett, tehát ez ma is sajnos nagyon sok helyen így van, de hát tulajdonképpen a mi generációnk az ebben nőtt föl, ugye? Tehát a szüleid napról napra éltek, spóroltak, és ha volt egy balatoni nyaralás egy szótüdülőben, arra márciusban a család elkezdte megvonni magától és az új farmer és az új cipő adagot, mert a válasz tényleg az volt, hogy nem lehet, mert megyünk nyaralni. Így van, ugye? És mindenre ez volt, ha kértél valamit, hogy jó, majd összegyűjtjük rá a pénzt. Apa mindig mondta anya, hogy itt a tanulmány meg spórolni, állandóan elköltünk mindent. Persze, mert az ennyiből fizetjük be az összes számlát, hogy ez meg félretesz, így lehet spórolni. Úgy igen, ugye? Igen, hát nagyon helyes történetek vannak, ugye kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy ki mire spórolt már. És hát jönnek a történetek. Azt mondja, hogy gyermekem legóra gyűjt, állandóan elköltötte a pénzét kis legókra, megbeszéltük vele, hogy ha nem költi el szilveszterkor, megduplázzuk, amit összegyűjtött. Azóta nem vesz évközben semmit. De jó, ez egy jó megoldás, Éva küldte nekünk. Én egy elektromos kerékpárra gyűjtöttem, rohadtul nehezen jött össze, évekig spóroltam, mire meglett, rájöttem, hogy egy robogó sokkal jobb lett volna. Mondjuk ez egy elcsesztett dolog. Megvan! Ezt akartam. Ja, Jézusom! Vettem volna egy 125 köbcentis robogó. Volt, igen. Az én mamám kb. 20 éve koporsóra gyűjt, már 80 éves, de él és virul, de a pénz megvan. Az tök jó, ez egyébként egy tipikus jelenség, hogy sírhelyet megveszed, hogy ne kerüljön a gyereknek pénzbe. Igen, hogy ne kerüljön pénzbe, a családot ne terhelje meg a temetés, te magadnak ezt összegyűjtöd. Ezt megvan sok... a pénz, milyen pénz? A kőre. Milyen kőre? A sír kellene, már ki is választottam. Hétvégén menjünk el érzőnek, semmi bajod nincsen. Nem baj. Igen. Azt mondja, egy lakos cipőre spóroltam egy ideig, isteni álomdarab volt. Az első alkalommal, hogy magamra öltöttem, nagyszüleimhez látogattam, nagyban sült burgonyát készítettem, mikor a... Mi az, hogy nagyban sült burgonyát? Nagyban sült burgonyát készítettem. Ja, értem, jó, csak úgy értem, hogy nagyban sült burgonyát. Nagyba. Tehát, hogy nem marad egymással hangzó, engem az megzavar. Tehát, hogy nagyban sült burgonyát. Mondom, mi az, hogy az a nagyban sült burgonyát? Nem, hasábot nagyban. Tehát élő szóban próbálja elmondani, hogy nagyban sült burgonyát készítettem. Értem, mikor a két bal kezességem miatt nem kevés étolaj került a balos álomcipőre. Mindig látszott utána, hogy mennyire béna vagyok, hetekig depressziós voltam. Én kitaláltam, hogy a kisfiam születésétől az összes apró pénzemet félreteszem, és majd a felnő megkapja. Azóta vettem belőle pizzát, giroszt, de most, hogy haszna is legyen belőle, kap egy bilit. Mégis a felnőtti válás rögös útján az is kell. Kisfiam 15 hónapos, innen is puszilom. Ez milyen helyes? Az összes aprót félreteszem, a nagy lesz, megkapja. Na jó, egy gírosz. Valahogy nyúlni kell. Na jó, egy csongukú. Egy csongukú, egy kóla még belefér, de többit már elrakom. Van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, Kriszti vagyok. Hello, Kriszti. Na, te mire spórolsz? Hát mindig félretesszük a 200-asokat, de amit írtam, 65 000 forint jött egyszer össze, és mosógépet szerettünk volna. És hát így mentünk be a multihoz vásárolni. A fém 200-asokkal 65 000 forint? Aha, hogy jó. Szerettek benneteket.
Nehéz is volt a táskám rendesen. És csak így ömlesztve, vagy pedig be volt rollnézva? Ömlesztve. Ad még az vicces lehet, hogy Tesco szatyobb, hogy kiszorod a pultra. Kártyával készpénzes vagy kártyát? Készpénzes. Készpénzes. Elnézést, néhány lehullott segíteni összeszedni. És nagyon utáltak, vagy mi volt? Nem, hát én előtte fölhívtam őket, megkérdeztem, hogy lehet-e, és mondták, hogy lehet, csak vigyek egy táblacsokit a pénztárosnak, hogy ne legyen morcos nagyon. Hát igen, 65 ezer forint 200-asokban. Mennyi idő alatt jött ez össze? Meddig kellett rágyűjteni? Hú, hát hónapok. Párommal együtt mind a ketten félretesszük a 200-asokat, és így összejött azért. De ugye, hogy ez a 200-as félretevés, ez egy jó dolog, az ember nem érzi meg annyira, nem viseli meg a háztartást, viszont viszonylag hamar azért nagyobb összeget lehet belőle összegyűjteni. Az embernek naponta, két naponta van 200-as a pénztárcájában. Ez így van, és postán akartuk beváltani, de irreális összegért váltották volna, úgyhogy azt feladtuk. Azt nem is értem. Gondolom azért, hogy ne hordja oda mindenki. Van egyfajta kezelési költség, okay, nem? De igen. Akkor hova hordod? Tehát, hogyha egyébként van, akkor mit csinálsz vele? Nem viheted sehova? A postán írgalmat valóvér. Hát, ja, szépen lassan. Igen. És most mire gyűjtöttök éppen, hogy megvan a mosógép? Van valami? Hát, nyaralásra. Nyaralásra? Igen. 200-asokkal? Igen. Eltart egy darab, de idén nem mentek, ugye? Igen, szép nyaralás lesz. Kriszti, hát, köszi. Nem megyünk messzire. Helyes. Az. Ja. Gyűjtsetek. Köszi, hogy elmondtad. Csáó. Oké, köszi. Sziasztok. Hello. Szia. Feri hatására szoktam le a cigiről szeptemberben, azóta teszem félre a lóvét, eddig 420 ezer forint jött össze, napi két doboz szívtam, lakásfelújítás lesz belőle. Hát napi két doboz, de azt meg lehet belőle. Ja, mondjuk az 2000 naponta. Tisztességes összeg. Igen. Azt mondja, Ripley 901, ez gondolom egy farmer, évekig spóroltam rá 93 környékén, még mindig megvan. Ha fogyok 40 kilót, újra használom. Igen. Minden egyes csúnya szóért elhatároztuk, hogy bedobunk a persejbe egy 100-as, de minden nap nagyon sokat kellett volna bedobni, így felfüggesztettük. ez milyen jó. 2001-ben szoktam rá dohányzásról, amit napi szinten cigire költöttem volna, azt persejben gyűjtöm. 14 szálas Marlboro 144 forint volt, 93 ezer forint jött össze egy év alatt. Háromcsikos adidasos pólóra gyűjtöttem, mert már mindenkinek volt a haverok közül. És hát az akkoriban nagyon menő volt. Majd amikor Hamburgba mentünk, csereútra a sulival, kint Németországban találtam egy citromsárgát fekete csíkokkal. Senki nem látta még őt, megvettem, igaz, a költőpénzem nagy részét felemésztette, de hát egyedi darab volt. Aztán, amikor hazajöttünk az első suliból, én már abban feszítettem. A hiba ott volt, hogy másik két srácon is ugyanolyan, addig soha nem látott pólót sikerült észrevennem. A 10 éves kisfiam kutyára spórol, nem árultuk el neki, hogy amilyet szeretne, bármelyik menhelyről elhozható, mert így minden ötös után 200 forintot lesz, úgy néz ki, idén kitűnő a gyerek. Ez egy jó megoldás, igen. Mi egy kerámia malacba gyűjtöttünk a férjemmel, megegyeztünk, hogy akkor törjük szét, ha már nem fér bele több pénz, aztán rájöttünk, hogy csipesszel remekül lehet kihalászni. Ugyanezt, ismerem az érzést. Ti is gyűjtöttetek kerámiában? Ugyanezt, kerámia, átadtok is ismert Bella Gabival, akit ugye utolértünk a múltkor, vele kezdtük ezt a gyűjtést 20 éve, és akkor az volt, hogy na, a nyaralásra. Akkor kezdtem el búvárkodni, és az első horvátországi merülésre gyűjtöttünk, és amikor törtük volna a malacot, akkor így megmozgattam. Hogy megloptátok egymást. Hogy gyakorlatilag ő is kiszedett csípesze. Én is kiszedtem, és jóra költöttük, tehát a fennmaradásunkra költöttük, de nyaralás akkor nem lett. Ilyenkor a házastársak, akik együtt gyűjtenek titokban, meglopják egymást tulajdonképpen? Hát gyakorlatilag az történt, hát csípesze. Kiszeded a kis pénzecskét, egy ezerest belőle kihúzol, az lopás, akárhogy nézed. Azaz. Ez egyébként tényleg, igen. És a malacperset is kidobta az utcára utána? Nem, hagyjad már. Csak a diplomamunkádat? Tessék? Rendes volt. Nem volt ott a diplomamunkád melléd, meg egy malacperset, egy összetörtén kis szomorú malacperset? Igen. Azt mondja, hogy szárkoptatott Ripley farmerre spóroltam egy évet a 90-es években, már akkor 12.000 forint volt, nagy menőség volt, akinek ilyen nadrágja lehetett. Írta Julcsi, hát igen, akkor ezek a Ripley gatyák nagyon, nagyon mentek. Meg a Rit. Ritkászucsi nekünk azok voltak. Igen, nem volt egy kategória, de az nem, is nagyon nem. Ment. Igen. És tök egy más árfekvés volt kicsit a Ripley, de igen. Most sokkal izgalmasabbnak tartok egy trappert. Annak idején még nem akartam megvenni, mert ugye egy mosás után az olyan iszonyatosan merevvé vált, bele lehetett állítani a sarokba. Ez nem volt jellemző ezekre az olasz meg olaszos típusú farmerokra, de most meg már egy trapper sokkal izgalmasabban hangzik. Hát már akinek neked kevésbé hangzik, nekem izgalmasan egy trapper farmer, nem rázott ki most ettől a hideg így első hallásra. Próbáld meg még egyszer. Korbársony trapper farmer.
farmer, tehát valahogy nem borzongtam bele. Az is van. Volt korbásony farmer. Persze, korbásony trapper farmer, de trapészára volt, csak kordból csinálták, hogyne, persze. Volt sima indigo is, meg volt ténylegesen. De az már menő. János, nem fél attól, hogy ízekre szedjük, szívesen járna ebben ma is egyébként, csak nem mert felszállni rá az 50-es villamosra. 93-3-5-et dolgoztam az ánkai táborban, hogy meg tudjam venni a szintén említett replay farmert, amit csak a régi posta utcában lehetett megvenni, 8000 forintért. Kinéztem egy földházat, 120 millió forint, eljutottam 50 ezerig, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább hagyjuk a fenébe az egészet. Eliszuk, azóta is panelban élek. Nagyon jó, tudsz inni rendesen. De ezt én szeretem, mit más, hanem egy 120 milliós házat, nem? Aha, az, igen. Azonnal. Mert nagyot álmodni. Igen. Azt mondja, hogy mi a házra spórolunk, annyiben az izgalmas, hogy a férjem két naponta mondja, nézzük meg, hogy állunk. Ilyenkor mindig át kell nézni a bankszámlákat, és ezeket táblázatban vezetjük két naponta. Amúgy a második házat vitték el, amit meg akartunk venni, lehet másra kellene fordítanunk a pénzt, jók vagy a puszi, Ronny. Hát attól függ, milyen tételben gyűjtötök, igen. Azért ha házra spórol az ember, ott azért kell egy-két fém 200-as. Jó. Igen. Ebből összeteszed. Helyes SMS-ek vannak. Zongorára gyűjtöttem 5 évig, de a zeneiskola felvételén kiderült, hogy nincs hallásom. De nagy szerencsét. Átváltottam szörfre. De nagy szerencsét. Meredek pályamódosítás. Igen, a rossz hír az, hogy semmi hallása nincs. Valami más legyen belőle. Jó, nem lehet zongora, legyen szörf. Édesanyám a temetésére spórol 10 éve apránként, felvilágosítottam, hogy az csak a koporsora elég. Gabi küldte nekünk. Átálltunk hamvasztásra. Hát igen, de ezzel csak itt tudsz szembenézni. Vidám mondtál nek a hétköznapok. Igen, miről beszélgessünk a mamával. 10 éves Skoda Fabiára spórolok. A fele összejött már, de már most viszket a tenyerem. Nagyon helyesen. Nagy álmom volt, hogy keresek 80 ezer forintot, és legyen egy kettes golfom, ír egy hallgató. Igen, ezt ismerjük, már a te is. Köszönjük szépen, a jogsira gyűjtöttem kiskoromtól kezdve műanyag üvegeket váltottunk vissza, meg visszaváltás 20 forintot adtak annó, összejött, és a saját magam által jogsit tudom élvezni azóta, és ez zékülte nekem. Igen, egyébként, amikor összesporolsz, és ezt megveszed, és a saját magad által veszed, na, meg, úgyhogy te gyűjtöttél, az egy jó dolog, igen. Na jó, van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Van egy VTCC játékunk, csak hogy témát váltsunk, mert hogy ugye hétvégén rendezik a túrautó világbajnokság futamát a Hungaroringen, és erre adnánk egy páros jegyet. Előre mondjuk annak, aki örül. Nincs örülés, nincs egy, visszavesszük. Így van, tegnap volt örülés, igen. Tegnap előtt kevés, tegnap előtt kevés keresek. Igen. Hol szól a kérdés, Jánosvá? Hol szerezte első VTCC futamgyőzelmét Mihelis Norbert? Aha. Ja, nem azért néztem föl. Igen, fejből mondom, hogy föl van írva a plafonra. Igen, fölvetítetted a plafonra. János felakadt szemekkel, felfelnézve mondta. Ilyen kicsit önkívületi állapotban, tudod. Ez Isten történik vele. Szóval, hogy hol szerezte első pontjait? Nem, az első futamgyőzelmét. Hogy tudok azonnal egy fél mondattal összezavarni mindenkit, nem? Tehát még egyszer mondom azok kedvéért, akik esetleg Balázsra jobban koncentrálnak, mint rám. Tehát hol szerezte első VTCC futamgyőzelmét Mihelis Norbert? Először dobogós. Nem, hanem futamgyőzelem. Aha. Tehát nem dobogós, egyszerűen futamgyőzelem, mert ha dobogós lett volna, akkor lehetne második vagy harmadik, és nem. De az a számára az győzelem. Ezért ne tűjetek benne. Igen, egy részgyőzelem, részsiker, de mi most a futamgyőzelmekre vagyunk kíváncsiak, hogy hol szerezte az első futamgyőzelmét Mihelis Norbert. Igen, tegnap is elég szerencsétlenül dobtam ezt a futam szót, mert ugye futamból lehet hétvégenként kettő van, viszont nem azt kérdeztük. Tehát összezavarásban egyébként nagyon jó vagy. Nagyon jó vagyok. Picit bonyolítod a játékot, de nem baj. De így kell kibogozni, hogy mi a valódi. Mi a valódi jó válasz, igen. Az Everestre gyűjtök, a kékes már megvolt. Hát, hajrá! Kellenek az álmok. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy nagyon bizarr történettel készültünk, de nagyon helyes és nagyon szeretjük a kép a Facebook oldalunkon. Meg kell, hogy nézzétek, mert ez csak úgy él ez a történet. Én, amikor tegnap megláttam, átküldték nekem, hát ez az ember sír tényleg. A hír arról szól, hogy egy férfit felfalt egy ruhagyűjtő konténer Tiszavasváriban.
elemezzük ezt a mondatot még egyszer. Egy férfit felfalt egy ruha gyűjtő konténer Tiszavasváriban. Megdöbbentő. Egyszerűen megdöbbentő. És a képen ugye azt látod, hogy ott van egy baromi nagy ruhagyűjtő konténer. Nagy, magas vasból van, áldogál magányosan. Kettő darab láb ló kifelé, de nem is csak, hogy ló kifelé, hanem az égnek áll. Tehát a ruhagyűjtő konténerben emberünk egyébként fejjel lefelé valószínű, majdnem, hogy kézenállásba vagy fejenállásba, a lába pedig ugye kiáll a konténerből, kilóg, és az ég irányába mutat. Ez a fotó. Nincs ember, aki nem nyitja meg ezt a hírt. Azt hiszed, hogy ez valami reklám, vagy egy spam, vagy... Én nem is tudom, mit gondolsz, hogy ez egy hülyeség. És hogy valaki állatkodik, de nem. Felfalta a ruhagyűjtő konténer. Én amikor összeláttam a képet, az volt az első gondolatom, hogy annyira intelligensek már ezek a ruhagyűjtő konténerek, hogyha meglátnak valakit az utcán viszonylag jó állapotban lévő ruhákkal, akkor beszik. Beszik, vagy levetkőzteti, majd kiköpi a mesztelen testet. Tehát van valahol a belső, és aztán utána már vagy felöltözve, vagy összerül, mint a Terminátor, kijössz a másik oldal. Oké, de ez hogy történt? A Vasvári Hírmondó írta egyébként meg először. Vasvári Hírmondó. Hát ez szenzációs. Isten ember bottal díjuk van, és ő az egyik esélyes. Ugyanis ő szeretett volna ruhákat válogatni a konténerből. De ebből hogy lesz az, hogy te beesel a konténerbe? Hát úgy, hogy ebben nem volt benne elég ruha. Az alján volt nagyon a ruha, igen, és nagyon le kellett nyúlni ért. Tehát ugye itt az van, hogy ez egy gyűjtő konténer, ami a befogadásra alkalmas, arra tervezték, nem a kivételre. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy úgy van, a szája magának a konténernek úgy van megcsinálva, hogy befelé oké a dolog, de kifelé már nem. A kifelé úthoz próbált meg ügyeskedni emberünk, miután ugye... Tehát ő, várjál, de hogy érted, hogy kifelé? Tehát, hogy belerakta a kezét, vagy de bemászott be kell a konténerbe? Ahhoz. Persze, a ruha, ez egy ilyen billenő száj. Oda beteszed a kis ruhádat, becsukod az ajtót, a ruha lehullik a konténer aljába. De várjál, de várjál, ha bemászol, és te bent vagy, öltözöl, majd ki akarsz jönni, akkor nem tud a lábad kikerülni. De ő nem mászott be, ő félig belógott. Na ez igen, tehát az, hogy félig belógott, akkor igen. És itt ráharapott a konténer. És itt abban a pillanatban ő elvesztette az egyensúlyt, és bedőlt előre valószínűleg. Igen. Nem? és a lába pedig, kimaradt. Befelé van út, kifelé nincsen. Igen. De egyébként én nem hiszem, hogy ő el szeretett volna bármit is tudni. Lehet, hogy csak cserealapot keresett. De jó kis kötött sapka. Én bedövök két inget, egy nadrágot és egy kabátot, és akkor azt gondolom, hogy le lehetne cserélni mondjuk erre, arra, amarra. Nem, vagy bedobott valamit, tehát ő vitt adományt, vitt, csak eszébe jutott, hogy a zakójának a zsebében maradt egy régi igen, családi fénykép, érted? És akkor azt akarta ő kiszedni tulajdonképpen. Hihető, mi? De szűzmerjeskép a Mária napi búcsokban. De figyelj, nem esel bele, tehát hogy tudott ő beleesni? Fölállsz valamire? Ugye eleve fölül van a bedobó. Igen. Tehát ugye most azt látjuk a konténer, hogy neki fönt van a lába. Tehát odahúzott valamit, arra ő ráállt, de akkor se esel bele, hát nem, ahhoz kell egy súlypont átesés, hogy te annyira belehajolja. Az volt, hogy kihajtotta ezt a kis garatot, feltámaszkodott rá, és feltolta magát. És valószínűleg azzal a lendülettel egyébként, ahogy megpróbált így egy picit behajolni a garaton keresztül a konténernek a belsejébe, igen, a garat megbillent befelé, és akkor csúszhatott be. És amikor megpróbált kifelé jönni, akkor érezte, hogy hát ez nem nagyon fog menni. És akkor, aki elment a konténer, mert az látott két lábat, és azt mondta, és azt mondta, hogy úristen, milyen veszélyes ruhagyűjtő konténerek vannak itt. Nem kiszatverés, só! Nem kiszatverés! Húzzon ki! Viccelek! Atya úristen! Figyelj, ez elképesztő. Se kifelé, se befelé. Hát direkt úgy van megcsinálva ugye a konténer, hogy ahogy billen befelé ez a száj, akkor a ruhákat ő be tudja borítani, de hogy kifelé ne tud kivenni. Nem hittem, mert ugye ezt aztán jön mondjuk a Vörös Kereszt, vagy nem tudom ki a konténer, több ilyen szervezet is van. Mondjuk a Vörös Kereszté, ők hátul kinyitják, elviszik a ruhát, leválogatják és odaadják a rászorulóknak, tehát ez direkt úgy van megcsinálva, ugye? Na most ez, ide úgy kell bemenni, ezt, ha láttam egy ilyet, hogy lenyitod a száját, akkor van egy ilyen 20 centis rés körülben. Így van. Oda befekszel, és valahogy megpróbálod magad egy kicsit így befelé ugrálva, tudod, amikor a székkel szeretné arrébb menni, de nem akarsz felállni, így próbálod magad bedolgozni a konténer belsejébe, és itt jön a baj, mert ott egyszer csak ez átbillen. Viszont a ott esel be. És be, de a lábadat már beszorította a száj, tehát az már nem tud becsúszni, te benne vagy, félig lágy. És ki az, aki bejut a felirat, ürítés két hetente. És ki az, aki azt mondja, hogy várjál, mindjárt segítek, de előbb lefotózlak. Tehát hogy készül a fotó? Például te lettél volna. Jó,
biztos. És én mindenkit elterelek onnan, hogy hagyjátok még egy kicsit, hadd élvezzem a pillanatot. Nézzük meg, hogy mire a reakció az Instán. Ő a feleségével ment, ha jól tudom, aki egy közeli italboltba ment, aztán segítséget kérni. De azért a feleség előtte csinált róla egy fotót. Várjál, nem mozdulj le, nem mozdulj le, és óriási vagy, előbb lefotóznak. Inkább a haverok lehetnek. Mert ugye ezt valakinek le kellett fotózni. Tehát azért az is nagyon kemény. Volt ott szerintem egy pár selfie is, voltak csoportképek, stb. A haverokkal, ahogy röhögnek és mutogatnak hátra maguk után, vagy maguk mögé, és aztán hoztak segítséget igazából. Tiszavasvári van a Büdi település részen. Tehát a Büdi település részen történt ez. Érted, milyen gyönyörű a történet? Tehát egyfajta szociodráma. Tiszavasváriban a Büdi település részen. Mondta ezt a katasztrófa védelem. Képzeld a rendőröket, a katasztrófa védelmet és a tűzoltókat, amikor megérkeznek a helyszíre. Tehát ott azért van egy ilyen, nem mozduljatok gyerekeket, álljunk oda szelfizni. Nem? Lóki két láb a magából a konténerből. Tényleg nem készült ilyen fotó, hogy hát, két rendőre? A tűzoltók, vagy a katasztrófa védelmet, szerintem sírnak. Hogy szedett ki az embert? Ugyanis a kulcs, mert az a legegyszerűbb. Zsírra. Hogy az a legegyszerűbb, hogy kibontod a hátulját és kiveszed a csávot. Na de a kulcs az valószínűleg mondjuk Budapesten, vagy a Miskolcon, vagy valahol. Milyen, tudod. Várjuk már egy meg. Egy kulcs nyit minden. Ha megnézed a képet egyébként, akkor látszik az árnyék, hogy ketten, vagy hárman, vagy négyen állják körbe már emberünket. Nézd meg az árnyékokat egyébként. Egy ember, két ember, legalább négy ember áll, de csak az árnyék látszik, csodálják emberünket, akinek a kis barna farmerja és a kis csizmácskája kilóg egyébként a ruhagyűjtő konténerből. Valószínű mindenki fotózta. Hát egy teljesen egyértelmű szerintem, hogy utánásnak egy kicsit a dolognak, akkor találnak szerintem fent a különböző közösségi oldalakon néhány képet, amikor 30-al látszódnak. Imádom, vasvárihírmondó.hu. Tehát, hogy ez is egyébként csak arra felé történik. És mi van a konténer oldalán? Ön is szereti a természetet, gondolkodjon ökológikusan, és lók ki egy lába a ruhagyűjtő konténer. Vissza a természetbe. Lehet, hogy a csávót unta meg valaki, és kidobta. A feleséget? Tehát a feleségem fotós. Én majd elment a kocsmába drinkelni. Igen. Az ember megkiabált, a Dick Moore, ez megevett. Írja nekünk egy hallgató. Hát nagyon, nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Na, itt van Doka Imre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvője. Hello Imre, jó reggelt kívánom. Ciao. Halló, jó reggelt, Imre, hello. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, szia Imre. Imre, hello. Na, ti értetek a helyszínre, vagy ti találkoztatok emberünkkel, akinek a lába lógott ki a konténerből? Gyakorlatilag a helyi önkormányzati tűzoltók, ugye percek alatt odaértettek a helyszínre, hát ugye ez nem mindennapi látvány, ahogy itt fel is konferáltátok az esetet. Vannak extrém helyzetek, de azért ilyen nap, mint nap nem találkoznak a tűzoltók. Gyakorlatilag kiérkeztek, ugye, ahogy már el is hangzott, a lába ebből a konténerből kilógott a középkorú férfinak. Egyből azt nézték, hogy hogyan tudják kiszedni ebből a konténerből, mert be volt szorulva. A zárat, amely egy lakat volt és egy pálcát tartott, levágták a lakatot, de a férfi még továbbra sem tudott. Kicsit hullámzik a vonal, hova beszélsz? Vagy kihangosítva vagyunk, Imre? Picit rosszul hallunk. Tudsz egy picit hangosabban beszélni? Igen. Most jó, igen. Vagy egy fél métert arrébb. Jó, meg. Akkor nem mozdulok. Jó, oké. Okay. A bejelentés emlékeztek, hogy jött? Hogy jöjjenek gyorsan, drága tűzoltók, egy lábló ki a ruha gyűjtő konténerből? Vagy mit mondott, aki telefonált? Egyáltalán ki volt a felesége, azt tudjátok? A szomszédos, vagy hát a közelben lévő vendéglátó egységből érkezett. Nem csak nekünk, hanem a rendőrségnek, illetve a mentőszolgálatnak is a jelzés, hogy egy férfi balesetet szenvedett, és a konténerből jajgat. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók pedig nem tudom, hogy mennyire lehetett érteni. A zárszerkezet, ugye le vannak zárva ezek a konténerek, egy lakattal volt rögzítve. A lakatot levágták, kihúzták ezt a rögzítőpálcát, de a férfi továbbra is be volt szorulva a konténerbe. Gyakorlatilag két ilyen zárt szelvény közé nem tudták kihúzni, ezért amit oly sokszor hallottok ti is a hírekben, feszítővágó berendezés segítségével tudták annyira széthúzni ezt a zárt szelvény részt, hogy a férfi kiszedjük. Gyakorlatilag kisebb forsolásokkal
húzta. Szegényként. Jajgatott, kiabált, vagy egy idő után méltósággal tűrte, hogy felzabálta egy ruhagyűjtő konténert? Tehát, hogy mondott, jajgatott folyamatosan? Szegényként. De gyakorlatilag annyira hamar kiszedték, hogy én ezeket a képeket nem is tudom, hogy készülhettek. Hát az volt egy kis idő, amíg kihívják, amíg odaér, amíg elkezdik, tehát az árnyékokból látszik, hogy kb. 4 ember állta körül azt a konténert, és valószínűleg mindenki fotózott. Imre, őszintén, hány lájkot kaptak a képek, amiket a kollégáid osztottak meg? Ez nincs ember, aki ne fotózza le, tehát ott vagyok, ezt én is lefotózom, hogy egy láb lóg, egy ruha gyűjti a konténerből. Ez volt a leghülyébb esetetek eddig? Vagy volt ennél cifrám? Nem, nagyon sok olyan helyzet van, amikor elsősorban mondjuk állatmentésekhez riasztják a tűzoltókat, tehát mondjuk tavaly mondjuk itt Szabolcs-Szatmár-Beleng megyében volt olyan, hogy 350 kilós hasas kocka esett egy emésztő gödörbe. Szegény. Szegényki, megint elmentél egy kicsit? Itt becsáljon állok. Most jó. Tehát 350 kilós hasas kocát mentettek, akkor lovak estek gödörbe. Aha, hát az annyira azért nem vicces, igen, én arra gondoltam, mert azért ezzel valaki lehet beszorult nevetni. Egy kéménybe, amikor Mikulás játszott, gondolom, te inkább erre gondoltál, nem? Igen. Beszorult egy telefonfülkébe, igen. Azt tudjuk egyébként, hogy emberünk mit akar? Tehát, hogy ruhát kivenni, bedobni, csak belenézni egy kicsit, hogy van-e valami érdekesség a ruhagyűjtő konténerbe, az kiderült? Nem, ezeket nem, mi nem vizsgáljuk. Igen, de nem kérdeztétek meg, hogy jó ember mégis hogy került bele. Ugye a tűzoltóknak első az életmentés, aztán pedig a vagyonmentés, tehát egyből ehhez fognak hozzá. Nyilván ne se kérdezik meg, hogy most magyar állampolgár, nem magyar állampolgár. Igen. Ez majd a rendőrség meg. Persze, de azért annyit elárulhatsz, hogy a levágott fémdarabokat elkérte. Nem. Egyébként nagyon jól képzett tűzoltóink vannak. Extrém eseteket és helyzeteket egyébként az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság Facebook oldalán is lehet látni, nagyon jó képekkel, helyzetekkel, eseményekkel. Aki pedig ilyen akár extrém, akár pedig napi hírekre kíváncsi, ingyenes alkalmazás a Waze szolgáltatással, amely a mobiltelefonokra letölthető. Egyébként ez hasznos is, hiszen ha közlekedőknek is, ha esetleg balesetet látnak, akkor a torlódást el tudják kerülni. Azt a mindenségnek, ezt hogy oda tetted a végén? Ez igen. A vegyel. Ügyes. Nagyon jó volt a minden. Jól van, oké, hát mi nagyon szeretjük ezt a történetet, elképesztő. Tehát amíg látni kell hozzá a fotót tényleg, tehát ez úgy kerek, de egész egyszerűen döbbenet. Imre, köszi, jó munka. Igen? Még egy tiszavasváriban történt eset volt az a tavalyi évben, ott például a kutya esett a gödörbe, és egy idős bácsik a kutyájáért indult, szegény ő is beleesett, de mind a ketten megúszták kisebb ijegységgel ezt a történetet. A betyárját, ez durva sztori volt. Jól van, Imre, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát neked, Dóka Imre, köszönjük szépen, ciao, hello. Szia. Azt hittem valami durvábbat mond, nem? Hogy bemászott egy ember tényleg, aki Mikulást játszott, és a saját gyereke szedte ki, már kezdett alágyújtani, nem? Beesett egy gödörbe egy ember, azért ez nem annyira durva. Na, néztétek a fotót? De komolyan mondom, hogy amikor először láttam, akkor tényleg a második gondolatom, ez volt az első, de hogy a második gondolatom az volt, hogy valami mit tudom, helyi általános iskolások, vagy főiskolások, vagy valami kicsit ilyen ittes hatásság elkezdett szórakozni, mert valahol szereztek egy ilyen, mit tudom, kirakati bábút, és berakták a két lábát, hogy röhögjön mindenki, hogy ez a tipikus. De nem, szó nincsen erről. Igen. Azt érdekel, hogy emberünk azt hitt, hogy a konténeren keresztül Narniába jut, írja. Szerintem a konténer alját hegesztette. Küldte nekünk, igen. Fent van már a Facebookon a képünk egyébként. Megvan a Nike új reklám témája. Ne foglalkozz semmivel, csak csináld. Egyébként. Adományozni akart, írja egy másik hallgatónk, Zoli küldte nekünk. Adományozni akart, csak elfelejtette levenni a ruhát. És ő saját magát dobta be. Na, drága hallgatók, ha nektek volt már ilyen nagy beszorulás valahova, amikor is elindultatok, hogy valakit meglepjetek, bemásszatok, megijesszetek, vagy csak elbújjatok valahova, és aztán nagy beszorulás lett belőle,
küldjetek el nekünk, jó? Tényleg, amikor is úgy indult, hogy egy tréfa a dolog, és aztán valahova sikerült magatokat úgy berakni, hogy ki kellett, hogy szedjenek benneteket. Nálunk is volt már, hogy a földbásott 3-4 méter személygyűjtőbe, konténerbe esett bele egy férfi, és onnan kiabált és jajgatott. Jöttek a tűzoltók, a rendőrök, és a végén ki kellett hívni a hulladékszállító céget, aki kiemelte a konténert, és kiürítették belőle az embert. Az egész lakótelep ott nézte az akciót. Szegény. Hihetetlenek. Igen. Elképesztő egyébként. Igen. Na nézzük az SMS-eket. Ugye beszéltünk arról, hát ez számunkra nagyon helyes történetről, egy Tiszavasváriban található emberfaló ruhagyűjtő konténerről, ami ugye, hát felfalt a Tibor. Micsoda technika, micsoda szenzor. Megvan a név. Megvan a neve. Tibor, a ruhagyűjtő konténer áldozata. Felfalta, ugye? Beszorult, és hát van róla fotó. Zseniális kettő darab láb lók ki a ruhagyűjtő konténerből az égnek felfelé, ahogy kell. Gyönyörű. És arról beszélgettünk, hogy ki hova szorult már be. Egyébként nagyon jó történetek vannak, hogy ki mit élt már át. A kocsikulcsomat bedobtam véletlenül az ovi előtti utcai szemetesbe, mikor kotortam, elmélyülten, kedves idős nagyi megkopogtatott hátulról. Aranyoskám, van egy kis szendvicsem, szívesen odaadom. Nem, csak a kulcsomat keresem, de látom, hogy éhes. Meglett a kulcs, erre kifelé a felgyűrödött kabátom miatt beszorult a karom. Ott kepesztettem, néni mentett ki, aztán az óvodai öltözőben a szerencsétlen kunyeráló hajléktalanul folytatott velem eszmecserét. Pár napig a férjemmel küldtem óviba a lányomat, Kata írta nekünk. Nekem egyszer volt olyan, hogy a tesómat akartam megészteni, és belebújtam egy régi hajdú mosógépbe, de beleszorult a lábam, és azt hittem már csak flexel tudnak kiszedni, 15 perc próbálgatás után sikerült valahogy kiszabadulnom. Az a legszebb, hogy a tesómat meg se tudtam ijeszteni, szakadt a nevetéstől. Pécset egyetemi buli után reggel hazafelé menet arra lettünk figyelmesek a barátaimmal, hogy egy szemetes szállító konténeres autó éppen emelte a konténert, mire váratlanul kiugrott belőle egy fiatal srác. Több mint valószínű, hogy ő is abban a buliban volt, amiben mi, picit elfáradhatott, lefagytunk a látványtól, nem hittünk a szemünknek, másodperceken múlt, hogy nem darálta le a szemetes autót, oda beöntik, hát az maga vége. Benne is volt a hírekben egyébként. Emlékeztek erre? Tényleg benne volt, hogy kiugrott egy srác a konténerbe. De ott aludt el? De aludt egy kicsit. De miért magadra húzol egy pár nájlon zacskót? Pici! Hát, egy félvekni száraz kell. Igen, valami zöldséges pakolás banánhéjakkal az arcolat. Lefekvés elő. Igen. Azt mondja, hogy gimiben tesőrán rendszerint bénán szerepeltem, viszont a gyűrűn egész ügyesen mozogtam. Így történt, teljes magabiztossággal nekiálltam a gólyafészek figurának, csak sportcipőben. A cipő beszorult a gyűrűbe, ott lógtam az erőködéstől kimerülve 20 percet, mire a tanár kiszabadított. Pedig 10 percet korábban vett észre. Ruhagyűjtő konténer fosztogatókat egyébként élőben nézhettek Budapesten is számos helyen. Kisebb testű ember deréktől behajolva próbálja kiemelni a ruhákat, a nagyobb testűek pedig körbeállva a konténert vidáman válogatnak. Hogy ez egy megszokott jelenség egyébként. Judit küldte nekünk. Tehát a kicsi mászik, a nagyobbak válogatnak? Igen, és van, aki által gyereket dob be, úgyhogy kötszerál lábára ízét kötelet, és akkor ki tudod húzni. És bedobod a gyereket, beengeded. Kidobálja a ruhákat, és akkor... Dob ki a ruhát, kidobálja a gyerek ruhát, és utána kihúzott kötélben. Így van, mert ő azon a billenő, akár micsodán, a szájon keresztül ő ki is fér. Atya úristen. Hát tanulja meg az élelmest. Az a... Én a fiam csörgőjét húztam a fejembe, le már nem jött. A férjem szedte le, ezt Dorka küldte nekünk. Én gyerekkoromban még kaptárba szorultam, mert rádőlt a fa. Bendegúz gyerekek voltunk, Sanyi küldte nekünk. Haverom feje úgy beszorult a kiúszható ágy közé, hogy ketten 15 percig húztuk, és már a fától is fél méterre eljött az ágy, mert azt hittük, hívni kell a tűzoltókat. Elfordította a fejét, és így tudtuk nagy nehezen kihúzni. Ilyenkor egyébként könnyebb pánikba esik az ember, pedig tényleg csak ennyire, hogy el kell fordítani. Tudod, megérzed, hogy benn vagy a csapdába, és elkezded rángatni, mint az állat, közben meg így félfordulod gyakorlatilag kiszabadítani. Nagyon-nagyon be tud tojni ilyenkor az ember. Igen. Azt mondja, hogy ikerterhesen másztam a kislányom után egy játszóházban, hátizsákkal persze, beszorultam egy csőbe, se előre, se hátra, mögöttem felgyűlt 5-6 gyerek. Csak ennyit hallottam. Most akkor mész? De jó! Azért az gyönyörű. Tehát az gyönyörű. Ikerterhességgel mászol a csőbe a gyerekkel, és tudod, hogy innen nem jössz ki. És amikor kérdezel, hogy annyi megunják, és ne jó van, akkor én megyek. Igen. Én is jártam így. Ülnek a gyerekek mögötted. Én is jártam egy játszóházban. Török Bálinton van egy baromi jó játszóházat, fönt a hegytetőn, ahogy mész ugye az M0-áson, és van egy olyan hernyó, ami
ami arról szól, hogy bent vákum van, az egyik oldalán nagy nehezen bemászol, végigmászol, és a másik oldalán megszül téged a hernyó. És úgy kell bemenni, hogy szétfeszíted a hernyó száját, és hirtelen beugrasz. És a Benny nem mert bemenni. Itt van apa, Benny! Nem, semmi probléma. Apád megy előre. Mutattam. Na most ez arra van kitalálva, hogy ugye úgy tudod széthúzni a szájat, hogy oda egy gyerek beférjen. Uh-huh. Elindulsz befelé nagy magabiztossággal, de félúton érzed, hogy baj van. Tehát már tudod, hogy nem fogsz nagyon zökkenőmentesen bejutni. De akkor derekadra már szájára szorult, gondolom. Iszonyat szétfeszítéssel ugye elindultunk, én megyek befelé, a gyerek feszíti, majd egy után elkezd röhögni, és valahol félúton a hernyónak a szája az így rád zár. Belül nagy szél van, ezt a generátor fújja, ugye semmit nem hallasz, üvöltesz a gyereknek, hogy húzza szét, te pedig nyomorúságosan a feled bent a hernyóban, a lábad ki, iszonyatosan kapálsz, és az egész úgy van, hogy a büfé előtt van lerakva a hernyó. Tehát mindenki látja. Tehát ezt így sikerült így premier. Brutál kapálózás, ha megpróbálsz kijönni, akkor viszont az anyagot elkezded magad alá gyűrni, tehát esélyed nincs kijönni. Ott már csak egy irány van, befelé tudsz menni, mert gyűröd maga alá a hernyó száját. Komoly vergődés, komoly fizikai munka, próbáljátok, nem tudsz bemenni. Nem volt ott az anya. A gyerek húz, a gyerek tol, te próbálsz venni, ez egy mekkora rohadt nagy barom vagy te tényleg, hogy miért nem a gyereked ment be, és miért kell nekem mindenhol. Megmutatja, hogy kell ezt csinálni. Igen. Csak figyeld. És az egész azért volt jó, mert úgy indultam ennek a hernyónak, hogy az a lényeg, hogy a gyerekek így beugrálnak rajta. Tehát ha nagy lendülettel mész, akkor beugrasz. Kettő hátralép, beugrasz, és amikor tudod, az észventúrát megszülte ugye a kis hernyó. Én befele mentem, de megfogott a felénél, ez így rád zár. Se előre, se hátra. Nem mész be. Igen. És nem jössz csak ki. Csak Jim Carrey kifelé akart jönni. Jim Carrey kifelé akart jönni az orszarul. Szóval ott azért ott a méltóságodat elveszíted. Ahogy a két kis tornacipő kapálózik, és a büféből pedig ugye az aggódó anyukák ezt vidáman végignézik, és nagyon jól szórakoznak. Az a legjobb, amikor végre átjössz. Nem kéne már felnőni. Kijössz, és azt gondolod, hogy csak az aggódó gyerek fogad, de nem. Vastaps. Igen, mindenki röhög és vastaps. Mindig illetve... megyek a hernyóba. Mindent a gyerekért. Illetve a büfés néni rongyó ki, ő viszont csúnyán leszúr azért, hogy mit képzelsz magáról, hogy ezt használja ez a gyerekeké? Vagy az anyukák szúrják le a férjüket. Na persze, te ilyenre soha nem lennél képes a gyerekét. Nézd meg! 20 percen keresztül szórakoztatta a gyereket. 20 percen keresztül. Te mit csinálsz? Anya, hogy a gyerek... Mi a telefonodat nyomkodod? A gyerek közben elment... Azt a terzeti sportot tényleg azt lapozgatod, ahelyett, hogy gyerekkel foglalkodt. Nézzek a Balázs. A gyerek elment, hárval timpongozott, négyet csúszott, ötöt dodgyemezett. Én még mindig kapáloztam, tudod, és próbáltam rohadt nyomorultul bemászni ebbe a szemét hernyóba. Már fáradt. Nagyon nem mozog a lába. Ha elmentek ebbe a játszás, ott van a hernyó. Mondom, közvetlenül a focipálya és a büfé előtt. Zseniális, csak óvatosan. Óvatosan, kijutni már sokkal egyszerűbb. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szia, Béla vagyok. Hello, Béla, veled mi történt? Vizorra leolvasó voltam hányadott életem során egyszer még régebben. Az egyik lakótelepen egy ilyen szűke baknába kellett lemennem, négy darab függeszkedő volt, ilyen vas kapaszkodó, kicsit teltember vagyok, tehát ráadásul még hozzá is teszem, és az alulról a második kapaszkodó hiányzott, ami ugye nem volt gond, de lefelé simán le tudtam függeszkedni. Volt egy fényképezőgép nálam, egy méreg drága fényképezőgép, azzal lefényképeztem az órát, majd elindultam kifelé, hogy na majd én most akkor megyek tovább a dolgomra. Ugye az első lépcsőre alul fel tudtam lépni, viszont olyan szűk volt az akna, hogy alulról ugye a harmadikra nem tudtam föltenni a lábam. Úgyhogy ott voltam benne, mint egy beszorult lábogó. Ja, értem, tehát ugye, hogy nem tudod felemelni a lábad, nem tudsz hátra lépni egy kicsit, hogy felemeld. Igen, soha, mert annyira szűk volt az akna. Próbálkoztam nagy erőkkel, semmi nem történt. Végül már elkezdtem ott kukarékolni, hát ha valaki megjelenik, aztán csak kihúz, hogy valami történik. Sehol senki, de hát muszáj volt kijönnöm, a nyakamba ugye egy méregdrága fényképezőgép. És hogy jöttél ki? Hogy jöttél ki végül? Azt csináltam, mint Rambó, hogy fölugrottam, fölkapaszkodtam a két kezemmel az aknának a tetejére, és így föltoltam magam, fölnyomtam magam nagy erő feszítéssel. Utána három napig nem tudtam semmit megfogni, hát természetesen olyan izomlázam lett, és így kiszabadultam tulajdonképpen, megúsztam. Igen, és értelem, az ember egyedül marad, és egyszer rájössz, hogy most neked egyedül kell megoldanod, tudom ilyen. Tehát, hogy... borzasztó volt, igen, sehol senki a környéken. Igen, és rájössz, hogy ezt most vagy megoldod, vagy ott maradsz. Én vagy ott pusztulok meg, igen, mire jövőre jön a következő vízola, de olvasó, és akkor... Igen, ez a Béla olyan jó ember, hogy úgy eltűnt, és ott vagy egy aknában, tudod, megtalálnak majd egy év múlva valahol. Igen, mint a kún halmokat, igen, megtalálják, igen. Magyar hangok.
Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.